Köszöntöm nézőinket, szervusztok! Ez itt a Spartacus, a hét küzdelmei. Az ünnepek előtti utolsó hetekre felgyorsultak a politika történései itthon. Az elmúlt napokban két nagy jelentőségű eseményre is sor került. A legfőbb ügyészség kedden bejelentette kezdeményezi Völner Pál mentelmi jogának felfüggesztését. Az igazságügyi minisztérium államtitkárát azzal gyanúsítják, hogy a bíróság végrehajtói kar elnökétől rendszeresen kenőpénzeket fogadott el. Völner nem sokkal később bejelentette lemondását az államtitkári pozícióból, de ügyvédje útján tagadta, hogy bűncselekményt követett volna el. Bár a Fidesz korábban is elengedte néhány aktív politikus a kezét, amikor a nyilvánosság előtt nehezen menthető ügyekbe keveredtek, ilyen magas szintű kormányzati pozícióban ülő Fideszest az elmúlt 11 évben nem kényszerültek leszedni a pályáról. A Völner botrány kapcsán rengeteg még a kérdőjel, a témát hatháziákos független országgyűlési képviselővel fogjuk majd megtárgyalni. A másik fontos fejlemény, hogy a Kúria átengedett két olyan népszavazási kérdést, amelyet Karácsony Gergely főpolgármester nyújtott be még hónapokkal ezelőtt. Átment a Kúria normakontrollján a Fudán Egyetem létrehozása elleni népszavazási kérdés, illetve az is, amely kilenc hónapra hosszabbítaná meg az álláskeresési járdék folyósításának idejét. A két kérdés fontos fegyver lehet az ellenzék kezében az előttünk álló választási kampányban. Kérdés azonban, hogy tudnak-e majd élni ezzel a lehetőséggel. Erről a dilemmáról Jánbor András országgyűlési képviselőjelöltet, a júniusi Fudán tüntetés szervezőjét kérdezzük majd. A héten hivatalosan is beiktatták Berlinben Olaf Scholz, szociáldemokrata, zöld, szabaddemokrata koalíciós kormányát. Itt lesz velünk Magyar Péter, a négy újságírója, akivel az új kancellár terveiről beszélgetünk, de kitérünk a magyar kormány harcias kijelentésére is, amelyeket az új berlini vezetéssel szemben tett. November elejé óta húzódik és a héten is újabb epizódokkal rukkolt elő az úgynevezett városázabotrány. A kormány közeli média által szárolt állarcos kiszivárgató állítása szerint Budapest vezetése nem teljesen tisztességes módon kezeli a főváros ingatlan vagyonát. Ugyanakkor a megváltozott hangfelvételeken a kormánypárti narratíva olyan elemei is szembeköszönnek, mint az, hogy Soros finanszírozná az ellenzéket, és az, hogy egyik másik ellenzéki politikus külföldi ügynök lenne. Az ügyben a fővárosi önkormányzatban felállt egy vizsgáló bizottság, ennek tagja Soproni Tamás Terézárosi polgármester is, akit szintén várunk a stúdiónkba. A Momentum politikusát a kerületi MSZP-vel kialakult konfliktusára is kérdezzük majd. És itt lesz velünk Bucski Péter, a G7 újságírója is, akivel a kormánypárti holdudvar informatikai kisgömböcének, a 4 névre hallgató cégnek a látványos terjeszkedését próbáljuk majd megfejteni. Elsőként azonban következzen a hét sláger témája, a Völner botrány. Nézzük meg erről egy rövid videó összefoglalót, utána pedig érkezik a stúdiónkba Hatházi Ákos. Dagad a végrehajtói rendszer átalakítását érintő botrány. Lemondott államtitkári posztjáról Völner Pál, az igazságügyi miniszter helyettese. Bűnszövetségben üzletszerűen és folytatólagosan elkövetett hivatali veszteket és elfogadása. Kedreggel ennek a bűncselekménynek a gyanúja miatt kérte a legfőbb ügyész Völner Pál mentelmi jogának a felfüggesztését. Völner Pál azt közölte, hogy nem követett el bűncselekményt, mindenben együttműködik a nyomozókkal. Az igazságügyi minisztérium megkeresésünkre azt írta, nyilvánvaló, hogy Völner Pál az eljárás alatt államtitkári feladatait nem tudja ellátni, ezért helyes, hogy lemondott és bíznak abban, hogy az eljárás során tisztázza magát. Vesztegetés elfogadása akkor, amikor valaki vezetőbeosztású bűnszövetségben folytatólagosan követi el ezt a cselekményét, akkor ez egy nagyon súlyos korrupciós bűncselekménynek számít. Nunkovics Tibor, a Jobbik országgyűlési képviselője úgy véli, hogy Völner Pálnak az országgyűlési képviselői mandátumáról is le kell mondania. És itt van már a stúdióban a hotházi Ákos független országgyűlési képviselő. Szervusz, köszöntelek az adásban. Szervusz. Ugye november elején kezdett el a sajtóban levegni az a kérdés, hogy valamilyen módon a magyar bírósági végrehajtói kar felsővezetése környékén, hát legalábbis bűzös ügyek lehetnek, de egészen egy hónapon keresztül nagyjából semmi nem szivárgott ki konkrétumként. Ugyanakkor a te Facebook posztjaid és megnyilvánulásaid alapján sejthető, hogy te is korábban értesültél arról, hogy itt lehet valami fajta összefonódás. Mikor értesültél először Sadul György személyének körüli potrányokról, és Völner Pál személye mikor került a telátókörödbe? Hát amikor őt letartóztatták, akkor rögtön utána erről nekem már információm jöttek, csak ugye ezt ellenőrizni kell. Már igazán, a -György. Amikor Sadl György letartó, hát még egyelőre a ugye nem tartóztatták le, bár amikor kiadjuk a mentem jogát, akkor szerintem indokolt lenne. De amikor őt letartóztatták, akkor már megjöttek ezek a információk. Korábban te se tudtál róla. Korábban nem, tehát a letartóztatás után, de rövidesen utána jöttek azok az információk is, hogy azért ez nagyon magasra vezet, csak ezt ellenőrizni kell. És ami miatt azt gondoltam már az legelején, hogy, hogy ebben lehet valami, az az, hogy borzasztó nagy volt a csend, és amikor megkérdeztem a poltot, akkor még hozzá képes, saját magához képest is titkolózott. Tehát nem nagyon szokott bőbeszédű lenni, de itt lehetett tudni, hogy itt valami nagyon komoly gond lehet, hogyha egyáltalán nem hajlandó semmit sem mondani az ügyről. Ugye Völner pár személye alapvetően a Pegasus botrán kapcsán került talán a szélesebb nyilvánosság elé. Az, hogy ő érintett lehet, és kifejezetten egy ilyen korrupciós ügyletben, ugye ezt mondjuk a nézőink kedvéért, ugye a hírek úgy szólnak, hogy felteltően 2-5 millió közötti készpénzben átadott kenőpénz kaphatott azért, hogy kedvezően bíráljon el bizonyos ügyeket. Szóval ez a pitipusú érintettség, ez neked mikor került a látókörödbe? Hát ez is, amikor uh, ugye a letartóztatásról szó volt, akkor jöttek erről különböző helyekről az információk. Egyébként szerintem őt vagy nagyon átverték, vagy uh, máshova is kellett fizetni pénzeket, mert uh, a, olyan információk érkeztek, hogy azért egy ilyen uh, végrehajtói helyért azért többet kellett fizetni, uh, mint 2 millió forint. Tehát nekem menni nagyságrendekkel, vagy legalább egy nagyságrendel uh, magasabb összeg érkezett. Tehát ahhoz képest nagyon szerény volt Wörner Pál, és azért uh, figyelni kell, hogy ez nem egy Völner ügy, ez egy ennél sokkal, sokkal tágasabb, sokkal tágabb ügyről van szó. Megindultak ugye a találgatások, arra vonatkozóan, hogy mégis miért engedhette el a Fidesz Völner kezét. Itt ugye részben van egy ilyen narratíva, ami szerint kifejezetten a Pegazos botrányban szerzett érintettségét próbálják ezzel valamilyen módon palástolni. Belső Fideszes hatalmi harcokról is szólnak a hírek. Arról is van szó, hogy az EU felé így kell, kell azt, hogy ők küzdenek a korrupció ellen, és a helyreállítás alappénzét nyugodtan elkezdhetik utalni. A te megítélésed szerint mi lehet a valódi annak, hogy Völner elengedték a kezét? Hát, hogy muszáj volt elengedni a kezét. Tehát az lá a letartóztatás után, hogy mindent megpróbálnak azért, hogy elhallgassák ezt az ügyet. Tehát nekem vannak olyan bizonyítékaim, hogy a végrehajtói karon belül gyakorlatilag megfenyegették az ott dolgozókat, tehát ott van nem tudom, több tucat ember, akik hivatalnokként, alkalmazottként a végrehajtói karon belül dolgoznak. Őket megfenyegették például, hogyha fél év múlva beszélnek bármit is az ügyről, akkor fél év múlva fogják őket kirúgni. A polt nem szólt egy szót se, a kormány is azt mondta, bárkit kérdeztek, hogy nem válaszolhatnak. Tehát semmit nem mondtak még azt, hogy meg nem erős sítem, nem cáfolom, semmit nem mondtak ebben az ügyben, tehát ők ezt megpróbálták eltitkolni. Csak csináltak egy-két hibát, tehát én bízom benne, hogy egy kicsit nekem is volt benne része, mert elkövettek egy olyan hibát, hogy a nagy titkolózás közben egy közhiteles dokumentumba beírták a nyomozás tényét, tehát éppen ugye a partizán volt, amelyik felderítette azokat az ingatlanokat, amiket Sadl a hetedik kerületben megszerzett elég Úgy, furcsa. Ez a, a lényeg, hogy ugye a hetedik ingatlanokat árvezettel még az előző önkormányzati vezetés 2019 előtt, és ezek mindegyike Sadő György tulajdonába kerültek. Feltétlenül ezek olyan lakások, amiket egyébként könnyen lehet Airbnb-vé átalakítani, pont azon a környéken van, akkor igen kiterjedt Airbnb hálózat van, és valóban föltűnt nekünk azt, hogy ezek mindegyike Sadő Györgyhöz érkezett. Igen, egy nagyon szerencsés dolog volt, egy előző egyébként nagyon csúnya dolog, hogy a korábbi önkormányzat, még a Fideszes önkormányzat átjátszotta ezeket az ingatlanokat, megkerülhető körülmények között, de tudtuk ezeknek az ingatlanokat, nak a címét, és akkor meg tudtuk nézni ezeknek a tulajdoni lapjait, és a tulajdoni lapokon, hát köszíteles dokumentumban a nyomozó iroda ráírta a széljegyzetbe, hogy ő ezeket zárolja. És onnantól kezdve már nem lehetett titkolni ezt az ügyet, és onnantól kezdve nyilván arról is lehettek információi a, Fidesznek, hogy azért jönnek már kifele az információk, és látták, hogy ez nem tartható. Ráadásul ugye lejárt az első hónap, és ugye egy hónap után kötelező kirakni a honlapra, hogyha egy végrehajtó nem tudja ellátni a feladatát, és ugye ez lejárt, ez az egy hónap, és ugye azok a végrehajtók is, akiket ugye még lefogtak rajta kívül, hát most már jelennek meg, hogy technikai okok miatt, és ezek a technikai okok, ezek ugye nem számítástechnikai problémák, technikai okok miatt lezárták. Tehát tarthatatlan volt ez a lényeg, hogy itt szó sincs arról, hogy ők itt valamit be akartak volna áldozni, ezt titkolni akarták. És ugye ilyenkor nem tehetnek mást, előre lépnek, és akkor azt mondja a propaganda, hogy jaj, de jó, hát mi itt nálunk következménye van az ügyeknek, és mi leszámolunk, és kivégezzük ezt a korrupt embert. A végrehajtók megférmitésvel kapcsolatos bizonyítékaidat közzét teszed el? Hát szerintem előbb-utóbb igen, ráadásul azért elég sok mindent hallok, vannak ott is tisztességes emberek, mint hogy hála Istennek nagyon sok tisztességes ember van. Én egyelőre azt tudom mondani, hogy nagyon úgy tűnik, hogy nem Völner volt egyedül fideszes politikus, aki bele nyúlt ezekbe a dolgokba. Miniszteri szinten is van érintettség? Fideszes és elég magas szinten lehet érintettség. Miniszteri szintű? A, akkor, amikor erre bizonyítékom van, azt Elmondhatod hogy... a konkrét név megjelenésen, hogy nem, milyen szintű? Egyelőre azt tudom mondani, hogy fideszes képviselői szinten van érintettség, és fideszes politikus szinten van érintettség. Ezeket ellenőrizni kell ezeket az adatokat, én mindig akkor szoktam csak erről beszélni, amikor ez már, amikor ez biztos. Egy kérdés, ha azt mondod, hogy azért került sor igazából Wörner leszedésére, mert nem tettett már mást a Fidesz, akkor ez nem ássa el azt a narratívát az ellenzétek, mi szerint itt nincsenek jogállami mechanizmusok, hiszen Völner ilyen értelemben nem tudta megvédeni a Fidesz, tehát mindenképpen kellett érvényesülni azoknak a mechanizmusoknak, amelyek egy korrupció gyanú esetében elindítják például egy képviselői mandátumnak a visszahívását. Erre mi a válaszod? Hát az, hogy a képviselői mandátumról nem hívják Most hát a, a mentelmi jogának jel... a de ugye, hogyha itt lenne, akkor már ezek a képviselők régen nem lennének, ugye lehet sorolni a Simonkát, lehet a Boldogot, lehet a Farkas Flórián, tehát hogyha itt ezek működnének, ezek a dolgok, akkor, akkor ezek már régen nem lennének képviselők. Most ilyenkor ugye, ezek kivételek a rendszerben, itt az történik, hogy elindul egy nyomozás, amikor a nyomozók még nem is sejtették, hogy belefutnak ezekbe az ügyekbe, a Boldog ügy sem úgy indult, hogy Boldog ügy, a Simonka ügynek a hátterét azt nehezebb megmondani, mennyi ügy egészen biztos, hogy nem mennyi ügyként indult el, és ez a Völner ügy sem Völner indult el. Csak amikor véletlenül ugye, elkezdik gyűjteni az adatokat, történnek lehallgatások, megfigyelések, és akkor hoppá megjelenik itt egy államtitkár, vagy hoppá megjelenik itt egy képviselő. Ezeket a bizonyítékokat, amikor ide eljut már egy nyomozás, akkor ezeket azért már nagyon nehéz eltenni. Nyilván az a nyomozó is egyrészt lehet tisztességes, és vannak még bent tisztességes emberek, ezt biztosan állítom. Másrészt meg tudja, hogyha véletlenül ugye bukik a rendszer, akkor ő játszana börtönnel, hogyha ezeket a bizonyítékokat, megsemmisíteni. De ezeknél az előbb felsorolt ügyeknél is nem arról van szó, hogy akkor itt a polt ezeket végig akarja vinni, hanem arról van szó, hogy mindent megtesznek azért, hogy ezeket titkolják, amikor már nem lehet titkolni, mindent megtesznek azért, hogy ezeket lassítsák, ezeket a folyamatokat. Hát én a Simonka ügyet szoktam mondani, 2012-ben voltak azok az elkövetések, és most 2020-ban kerültő a vádlottak padjára, mindent megtesznek, hogy ezt lassítsák a folyamatot. A te tudásod alapján kijelentető az, hogy Völner nem saját zsebére dolgozott, amennyiben meglapozottak ezek a vádak, hanem kifejezetten egy nagyobb szisztémának volt a része? Hát annyiban mindenképpen nagyobb. Egyrészt, még egyszer mondom, az eddig hozzám elérkedett jelzések és bizonyítékok alapján nem ő volt az egyetlen fideszes politikus, aki belenyúlt ebbe a rendszerbe. Másrészt pedig, amire fölhívnám a figyelmet, ez nem egy völnerügy, ez egy végrehajtási ügy, és ez a végrehajtói rendszer ezelsebből vérzik. Nagyon súlyos törvénytelenségek történtek, és nagyon komoly tragédiákhoz vezettek. És azt gondolom, hogyha az ellenzék komolyan veszi a feladatát, akkor egyébként megesküszik rá, és ezt meg is fogja tartani, hogy egy választási győzelem esetén ezt a teljes végrehajtási rendszert, ezt úgy, ahogy van, beszántja sóval. Végrehajtókra szükség van, de egy egészen más alapokra kell építeni, egy sokkal korrektebb, jobb abban átlátható rendszer kell felépíteni majd a te szerint mi lehet az oka annak, hogy a Fidesz néhány hónappal ezelőtt az igazságügyi minisztérium alól a szabályozott tevékenységek felügyeleti hatósága helyezte át a végrehajtói kar ellenőrzését? Ez a transzparencia növelését szolgáló intézkedés a részükről, vagy pusztán csak káderpolitikai lépések vannak mögötte? Hát biztos, hogy nem a jó akarat. Gyakorlatilag abban az intézményben azért sok mindent áttett, hogy volt-e szerepe annak, hogy itt már folyt nyomozás, vagy nem, ezt én meg nem tudom mondani. Nyilván majd a működés, hogy, hogy, hogy Ténik. Itt a felszámolásoknál is azért nagyon sok kérdés van. Ezek a lépések, azek nem azt szokták szolgálni. Általában, hogy a Fidesz csinál, nem azt szokta szolgálni, hogy jobban átlássunk valamit. Milyen viszonyok uralkodnak a végrehajtói karon belül? Részben utaltál már rá, de érdekelne, milyen további törésvonalakról van tudomásod, és hogy hogyan jön ez az egészhez a Fidesz? Hát alapvetően ugye ugyan, hogy eh, ahogy láttuk, vagy pénzek, vagy pedig összeköttetések kellettek ahhoz, hogy valaki megkapja ezeket a helyeket. Tehát ezek a végrehajtók horribilis eh, bevételekhez jutnak, tehát évente akár több száz millió forintos eh, jövedelmük származhat ebből a eh, tevékenységből, és egy olyan állás, amiért már érdemes köveket megmozgatni, azok a kövek akár vagy 20 ezresek, vagy pedig ugye a kapcsolatok. Eh, ami nagyobb baj, hogy nagyon úgy tűnik, hogy a törvénykezést is eh, olyan törvényeket, rendeleteket hoztak, ami kedvezett a végrehajtóknak. Nekem egy nagyon kedves ügyvéd, ismerősöm hívta fel a figyelmemet, hogy megváltozott például olyan szabály, hogy korábban a végrehajtást kérőnek, tehát hogyha valakinek tartoznak, például egy bank vagy bárki, akinek tartoznak, mielőtt elindul ez a eljárás, neki előleget kellett fizetni a végrehajtónak. Korábban ez úgy volt, hogy ha ő nem tudott semmit sem behajtani, akkor ezt az, az előleget visszafizette. Most jelen pillanatban, ha kanyi vasat nem tud behajtani, akkor is marad nála az előleg. Nyilvánvaló ez egy olyan törvény, olyan rendelet volt, ami csak a végrehajtóknak jó, hogy ebből ugye ezért mennyit fizettek, vagy kellette fizetni a törvénykezésnek, azt nem tudom. De nagyon jól mutatja a rendszert, hogy hogyan működik. dedik Záró kérdés. a te szerint lesz-e érdemi folytatása ennek a botránynak, illetve a te tudomásod, a, a te tudomásod kiterjed -e hasonlóan jól dokumentált korrupciós ügyekre, amelyek várhatóak még a választás előtt? Hát, hogy szerintem rengeteg jól dokumentált korrupciós ügy van, inkább az van, hogy ezeket nehéz bemutatni, mert olyan sok van, tehát ez biztosan. És nyilván ezt az ügyet is tovább kell vinni, ahogy mondtam, nekem is vannak olyan információk, amiket persze ellenőrizni kell, de egyelőre elég meggyőzőnek tűnik, hogy így történtek. Hatházi Ákos Független Országgyűlési Képviselő, köszönöm szépen, hogy jöttél hozzánk, és hogy mindezt elmondtad a nézőinknek. Köszönöm szépen. Szerdán derült ki, hogy a kuria rábólintott arra a két népszavazási kérdése, amelyet Karácsony Gergely főpolgármester kezdeményezett a Fudan Egyetem és az álláskeresési járadék kapcsán. Ez persze nem görített el minden akadályt a kérdések elől, ugyanis a kormányzati gender népszavazással ellentétben itt a kezdeményezőknek kérdésenként 2000 200 ezer aláírást is össze kell gyűjteniük. Ha ez sikerül, a népszavazás pontos dátumáról Áder János köztársasági elnöknek kell döntenie. A főpolgármesterrel közösen tartott szerdai sajtótájékoztatóján az ellenzék közös miniszterelnök jelöltje Márkizai Péter elmondta, fenn szeretnék tartani annak esélyét, hogy ebben a két kérdésben is az országgyűlési választásokkal egy napon szavazhassunk, ehhez azonban még idén, az ünnepidőszak végére össze kellene gyűjteni a szükséges aláírásokat. Hogy ez sikerülhet -e, illetve hogy milyen politikai lehetőségeket és veszélyeket tartogat ez a helyzet, arról most a nyári Fudán tüntetés szervezőjét, a Józsefváros és Ferencváros nagyobb részét magába foglaló hatos számú budapesti választókerület ellenzéki képviselőjelöltjét, Jánbor András fogadjuk. Előtte viszont készülünk egy rövid visszatekintéssel a júniusi Fudán tüntetésről. Nem egy tüntetést szerveztünk, nem csupán 15 ezer aláírás gyűjtöttünk, nem csupán akciókat szerveztünk, hanem ezt folytatni is fogjuk. Ami miatt most itt vagyunk, amit akarunk, az a diákváros. És amit nem akarunk, az az 500 milliárd forintból a magyar adóvezető pénzén felépített kínai elitegyetem. Ez ilyen egyszerű. Szerintem még nem győztünk. És igazából akkor fogunk győzni, hogyha kormányváltás lesz ennek a vége, mert egy kormányváltással lehet a, a, diákvárost felépíteni és megakadályozni azt, hogy a Fuden Egyetem abban a formában érkezzen Magyarországra, ami ez az eladósító, a magyar diákoknak nem használó forma. és a stúdióban folytatjuk Jánbor Andrással. Szervusz András, köszöntök a stúdióban. Szia, köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a nézőket. Ugye két népszavazási kezdeményezést engedett át a Kúria, az egyik ugye a fudányetemről szól, a másik az álláskeresési járdék 9 hónapra történő bővítéséről. Amennyiben minden a álmaitok vagy a terveitek szerint alakul, akkor lemélhetőleg a választások, az országgyűlési választások napján lehet majd szavazni, de ugye ott lesznek majd az úgynevezett gender népszavazás kérdése is, amiket a kormányzat mondott be. Úgyhogy elképzelhető, hogy ez az országgyűlési választás egyben a népszavazások választása is lesz majd. Milyen lehetőséget biztosít ez az ellenzéknek? Milyen lehetőséget ad az ellenzéknek a politikai tematizálás kapcsán? A, még mielőtt erre beleszállnék, csak az előző témához szeretnék még egy mondatot mondani, hogy az elmúlt évben én nagyon sok kilakoltatásom voltam, és azt gondolom, hogy a, tehát, hogy minden egyes ilyen alkalommal felmerült az, hogy a végrehajtók hogyan járnak el, és én szeretnék ráerősíteni arra, amit Hatházi mondott. Szerintem a kormányváltás után a mostani ellenzéknek az egyik első dolga kell az legyen, hogy végignézni, hogy ez a végrehajtói kar hogy működött, és egyébként utólag is a kerigasságot tesz azoknak az embereknek, azoknak devizahiteleseknek például, akik mondjuk a végrehajtói karban most felmerült bűnügyekhez kapcsolódó maffiaszerű módszerek miatt vesztették el a lakhatásokat. Csak én itt Bocsua, ez egy fontos kérdés, hogyha már ezek vissza, ez azt jelenti, hogy adott esetben van kormányváltás, és megvizsgáljátok a bírói végrehajtói karnak a működését, és mondjuk találtok olyan ingatlanokat, aminél megalapozottan fölmerül a gyanú, hogy valamilyen fajta visszaélés nyomán került árverezésre, akkor adott esetben rekvirálnátok ezeket az ingatlanokat, és visszaadátok az eredeti tulajdonosaiknak? A, ugye én egy képviselő jelölt vagyok Köszönöm, a a Én azt gondolom, hogy tehát, hogy a rekvirálást ezt azért RT nem kezdeményezném alapvetően, de az biztos, hogy egy, egy vizsgálóbizottságot fel kell állítani, és annak következményei kell, hogy legyenek, hogyha ilyen ügyekre, ügyeket találunk. Oké. Okay. Népszavazási kérdések. Milyen tematizálási lehetőséget biztosít az most átengedett két népszavazás a Fidesz népszavazásaival szemben az ellenzéknek? Hát ugye ez a két téma, ez két nagyon szimbolikus téma, és nem csak szimbolikus téma, hanem nagyon ilyen föld, földhez ragadt téma is. Egyrészt ugye a diákváros ügye, az a lakhatási válságról szól lényegében, arról, hogy itt volt egy terv 12 ezer kollégiumi férőhelyre és 5800 bérlakás építésére, ami gyakorlatilag, ha nem is megoldaná, de enyhíteni azt a lakhatási válságot, ami most Magyarországon van. Tényleg két szem a 18 és 35 év közöttieknek, a 62%-kal, akik még mindig otthon a szüleivel, és a 25 és 35 év közöttieknél a teljes állásban dolgozók 70%-kal, akik még mindig otthon a szüleivel. Tehát itt tényleg van egy lakhatási válság, százezrek, milliók nem tudnak saját, megfizethető, jó, jó, minőségű lakásban élni. Ez az egyik kérdés, amihez ugye kapcsolódik maga a Fudan Egyetem ügyen, ami arról szól, hogy arra kell az adófizetők pénzét költeni, hogy idejöjjön a Fudan Egyetem, ezt felépítsük egy hitelből, a Felépítsék kínai cégek, esetleg kínai dolgozókat, és utána egy olyan egyetem legyen, amiben magyar diák lényegében nem fog bekerülni, mert olyan magas standard lesz. És van az álláskeresési járadék ügye, vagy álláskeresési támogatás ügye, ami pedig arról szól, hogy hogyan rontott el a kormány a járvány közbeni válságkezelést. Tehát már gyakorlatilag az első hullám második napján az ellenzék követelte, hogy hosszabbítsuk meg az álláskeresési eredéki időtartamát, mert a korlátozó intézkedések miatt emberek elveszítik az állásokat. És ebben a helyzetben úgy nem csinált semmit a kormány, és nem csinál azóta se semmit a kormány, hogy az Európai Unió külön forrásokat biztosított arra, hogy az ilyen, szín, ilyen, támogatásokat biztosítani tudja a magyar állam. Tehát szerintem ez a két népszavazási kérdés, ez iszonyatosan szimbolikus, és jól mutatja meg azt, hogy ha kormányváltás lesz, akkor mi fog történni, hogy, hogy, milyen ügyek lesznek azok, amiket az ellenzék előtérbe fog tolni és meg fog oldani. Van egy fontos politikai dilemma, és kíváncsi vagyok a válaszodra. Ugye a Fudán ügye elég jól föl van már építve, részben azért ez egy budapesti fókuszú történet, és hogy sem akarom relativizálni a politikai jelentőségét, de megvan a veszély annak, hogy ez egy szimbolikusan erősebb ügy, mint az álláskeresési járadék ügye, ami ugye a nézőink kedvéért mondjuk el, hogy ez az eofemizokultikus megnevezése konkrétan a munkanélküli segények, tehát az állásokat elvesztetteknek juttatandó pénzbeli támogatásokat jelenti ez a járadék félő, hogy hiába érinti tízezrek, százezrek életét az, hogy akár a Covid válság ideje alatt, akár a későbbiekben azok, akik elvesztik az állásukat, mégis milyen pénzbeli hozzájárulásra számíthatnak a magyar államtól, nem lesz képes igazából az ellenzék ezt tematizálni. Hogyan lehet elkerülni, hogy ne a Fudán ügye dominálja az ellenzéki agendát? Hát szerintem ennek a kampánynak nagy része az utcai kampányolás lesz, és az utcai kampányoláson ott találkozni fognak az emberek ezzel a kérdéssel, és pont azokat az embereket, akiket az álláskeresési járadék jobban érint, azokat tudjuk jobban utcán elérni. Tehát ilyen szempontból ez az egyensúly szerintem meg lesz, Másrészt pedig egyébként, hogyha visszaemlékszünk, ez a kérdés egyszer már járt népszavazáson 2012-ben az LNP nyújtotta be gyakorlatilag ugyanezt a kérdést népszavazásra. és akkor ugye az LNP-nek nem sikerült összegyűjteni az akkori, azt hiszem, öt kérdésben a, a, az aláírásokat, de hogyha jól emlékszem, akkor az álláskeresési járadék ugye volt az, ami messze a legtöbb aláírás kapta. Ugye Márkizai Péter bejelentette Karácsony Gergely közös sajtótájékoztatóján azt, hogy három hét alatt, tehát az év végéig kellene összegyűjteni 200-200 ezer -200 aláírást a két kérdés kiírásához. Na most látva az előválasztás sikerétől, több százezer, ennek a 200 is a háromszorosa majd, hogy nem, sőt több is, mint a háromszorosa mozdult meg választóként, és nyilvánvalóan vannak adatbázisai ilyen szempontból az ellenzéknek, hogy elérje a potenciális aláíróit egy ilyen kezdeményezésnek, mégis félő az, hogy nem fogjátok tudni ez alatt a három hét alatt egy ilyen ünnepi időszakban teljesíteni ezt a követelményt. Milyen esélyei vannak ennek az aláírás? összegyűjtésnek most? Szerintem egyébként decemberben össze fogjuk gyűjteni ezeket az aláírásokat, de az december itt a 120%-os teljesítmény. Tehát, hogy akkor is a Fidesznek ezt a népszorzást április án kell kírnia, hogyha esetleg az ellenzék később gyűjti össze ezeket az aláírásokat. Egyébként ugye itt az is van, hogy Szerdán döntött a kúria arról, hogy eltengedi ezeket a kérdéseket. Pénteken jelent meg a, a magyar közönyben, egyébként a kettő között három közönyt adtak ki, hogyha jól számolom, erről a hivatalos döntés, és innentől kezdve öt napja van arra a Nemzeti Választási Irodának, hogy kiadja az éveket. Tehát, hogy én abban reménykedek, hogy minél előbb kiadják ezeket az éveket, minél előbb elkezdjük az aláírásgyűjtést, és egyébként szerintem decemberben össze is fogjuk gyűjteni ezeket. Nem tudtam felmérni, de mi a legkorábbi dátum, amikor számolhatok azzal, hogy meg lesznek az aláíró évek? Szerda. Tehát most jövő hét szerda. Igen, igen, igen. Észre áll az ellenzéki infrastruktúra arra, hogy azonnal letámadja az országot és elkezdje gőzerővel gyűjteni ezeket az aláírásokat? Erről, tehát, hogy arról, hogy ezt az aláírás el fog indulni, erről nem most pénteken, szerdán vagy csütörtökön döntött a hat ezt már jóval korábban átbeszélték, és jóval korábban született erről a döntés. Én azt gondolom, hogy készen infrastruktúra, amellett, hogy nyilván ez a, ez a karácsonyi időszakban való gyűjtés, tehát hogyha mondjuk szerdán vagy csütörtökön kimegyünk, kezdjük el az aláírásgyűjtést, akkor ugye karácsony előtt egy hetünk van, van a két ünnep közötti még négy nap. Tehát, hogy ebben az időszakban nagyon nehéz ezt, ezt az aláírásgyűjtést lemenedzselni, és hát egyébként nem véletlen, hogy most gyűjtünk. Tehát, hogy a, a, az eddig a, a, ebben az ügyrendben minden egyes ponton a, a pártállam különböző szervei kimaxolták azt, hogy, hogy mennyi idő alatt döntsenek. hogy a kurjának 90 napja volt dönteni, hogyha én jól számoltam, akkor 88 nap alatt döntött, és így érkeztünk meg ez a karácsony előtti dátumhoz. Hogyha megnézzük, hogy mondjuk szeptemberben a Fidesznek egy sokkal könnyebb aláírás gyűjtése, a, a mellett melletti amit interneten végtelen szer lehetett aláírni, ami, ami, nem egy olyan, mint egy névszadási jelenlés gyűjtés, hogy személyigazolvány számtól kezdve egy csomó minden ilyen, ilyen dolog kell hozzá. Abban ugye nekik azt hiszem két hét kellett az első 200 ezer aláírás összegyűjtéséhez. Itt most azért egy nehezebb környezetben uh, nehezebb aláírás gyűjtést kell csinálni, de hát ettől izgalmas a helyzet, és Fidesz ide dobta ennek ezt a lehetőséget, mi pedig elni fogunk vele. Mit válaszolsz azoknak a szkeptikusoknak, akik azt mondják, hogy az előválasztás óta látott ellenzeki teljesítmény legalábbis nem meggyőző arra nézve, hogy kellő operativitással rendelkeznek ezek a pártok, és képesek mondjuk egy összehangolt munkában ilyen mennyiségű aláírást összegyűjteni. Valóban vannak-e olyan pártok, akik adott esetben fél akarnak ebben csak részt venni, vagy ebben teljesen egységes mindegyik párt, és mindegyik párt bele fogja tolni a szükséges erőforrásokat? Én tegnap végigültem egy ilyen beszélgetést egyébként, és én azt látom, hogy ebben abszolút egységesek a pártok. A, és a választ pedig majd az utcán fogjuk megadni erre a kérdésre. Jó, a szikromozgalom és te magad is egyébként újra kivonultatok az utcára, és utcán jelenléttel próbáljátok meg az érdeklődését a választópolgároknak. Milyen tapasztalataitok vannak? Melyik népszavazási kérdés az, ami egyáltalán eljut hozzájuk? A kormányzatnak a gender népszavazatási kérdése egyáltalán foglalkoztatja őket, illetve ez az új népszavazás, amelynek ugye az aláíró évei még csak a jövő héten fognak majd kikerülni, ez egyáltalán eljutott-e hozzájuk a hírekből? Bevallom én, tehát egyrészt a gender népszavazásról nagyon egyszerűen tudok válaszolni. Én az elmúlt fél évben két darab emberrel találkoztam, aki ezt megemlítette. Tehát, hogy én nem látom, hogy itt, itt ebben lenne egy ilyen turbulencia. Nyilván még nincs is annyira felépítve, mint amennyire a Fidesz fel tudja ezt építeni, de én azt gondolom, hogy nem ez lesz az a. Az a tehát ez nem olyan népszavazás lesz, mint a Kulta népszavazás volt. 2015-ben. A Diákvárosról meg, meg korábbi tapasztalataink vannak, tehát hogy, hogy ott alapvetően, amikor mi erre gyűjtöttünk utcán, akkor ez egy nagyon jól futó népszólalási kérdés volt, amikor Facebook hirdetésben uh, aláírásokat gyűjtöttünk, az is sokkal olcsóbb volt alapvetően, mint bármilyen más hirdetés, és hogy itt a, a, attól olcsóbb valami, hogy jobban érdekli az embereket, tehát hogy én én azt gondolom, hogy Nyilván meglátjuk, hogy országosan milyen területen hogy fog működni ez a téma, de én azt gondolom, hogy Budapest és a megyeszékhelyekről is össze kell, össze kell gyűjteni ezt a 200 ezer aláírás, sőt, akár többet is. Van egy másik politikai dilemma, amiről szeretném megtudni a véleményedet. Nevezetesen, hogy nagyon sokan tematizálják azt, hogy a korrupciós narratíva, amivel az ellenzék szokta ostorozni a kormányzatot, nagyon kevés alkalmas a bizonytalan szavazók megszólítására, és alapvetően csak a már meglévő magszavazóknak a dinamizálására alkalmas. És ugye pont a Fudán Egyetem elleni tüntetés sorozat lehetett azt látni, hogy ti eleve ezt egy lakatási kérdésként próbáltátok kezelni, és nem egy korrupciós ügyként. A Völner ügynél te magad is megpróbálkoztál azzal, hogy itt ezt a lakatás felől próbáljuk, a lakatási válság felől próbáljuk megértelmezni, és azt nézzük benne, és nem föltétlenül csak a korrupciós elemet. Hogy látod, lesz-e annyi belátás az ellenzék részéről, hogy megpróbálja kifejezetten lag értelmezni ezeket a különböző ügyeket, és ilyen tematizációval fölépni, és esetleg ezen keresztül megszólítani a szükséges bizonytalan szavazókat? Tehát ugye itt azért az van, hogy, hogy, mindenki máshogy fogyasztja el az ebédjét. Tehát, hogy, hogy a, a, van, akit a korrupciós narratíva foglalkoztat, van, akit a megélhetési kérdések foglalkoztatnak jobban. Én nem gondolom azt, hogy ezek, ezek között ilyen nagyon határozottan kéne választani. Tehát, hogy a Fudan Egyetem ügyében is iszonyatosan sok különböző narratíva tud egymás mellett működni, úgy én azt gondolom, hogy ezeket a narratívákat is egymás mellett kell működtetni, és, és úgy kell használni őket, hogy egymást erősítsék. Tehát nem gondolod azt, hogy az ellenzének ebből a szempontból prioritásokat kellene megfogalmazni, hogy melyik irányba megyen inkább, és melyik tematizációs keretet erősíti, akár a másiknak a kárára, a rovására? Mondjuk a Fudan tüntetés kapcsán, hogyha ez egy csak egyszerű lakhatási kérdés lett volna, akkor nem lett volna ez a tízezeres tüntetés, nem lett volna mondjuk egy max. 2.000-es tüntetés. Mert kellett az, hogy azokat az embereket, akiket a, a nem is antikorrupciós, hanem ez a nyugat-kelet dilemma, a, az Orbán nem Orbán dilemma, stb. hozza ki az utcára, azok ott legyenek. És ők ezzel egyébként azt erősítették, hogy az a 2000 ember az többnek tűnjön, aki a lakhatási kérdések miatt jött ki az utcára. Oké, okay. zárókérdés. záró kérdés. Anna élesen kritizálta Márkizai Pétert, illetve magát az ellenzéki együttműködést, amikor megválasztották a Momentum mozgalom elnökének. Nevezetesen, hogy az előválasztás óta eltűnt az ellenzék, és megszűnt tematizáló erőként jelen lenni. Ugye ti magatok a szikra mozgalommal lehet indirekt módon, de mégiscsak az, erre adtatok választ azzal, hogy megjelentetek és aktív politizálásba kezdhetek az utcákon. Hogy látod most az ellenzéknek az állapotát? Valóban megalapozott-e Donáltan kritikája? Hát mi nem erre adtunk választ, hanem, hanem egy nagyon kemény választókerületben vagyunk küzdelemben, Sára Botondről szemben, ahol legyünk egy Sára Botondék és uh, kopogtatnak és járják az utcákat, és egyébként ők is úgy kopogtatnak itt és járják az utcákat, hogy más választókerületben egyébként ez, ez kevésbé tapasztalható a Fidesz részéről. Tehát, hogy mi, mi harcolunk ebben a választókerületben, hogy megnyerjük az ellenzék számára, és minden nagyobb különbséggel nyerjük meg az ellenzék számára. Világos, mit gondolsz a kritikájáról? Szerintem Danát annak kritikája részben helyes, de ez nem Márkizaj Pétert illeti, és Márkizaj Péter válasza pedig egyébként abból a szempontból hogy itt tényleg volt egy iszonyatos erőforrás beledobás az ellenzék része az előválasztásban, nem csak ennek a két hétnek, két-kilenc napnak a megszervezése, hanem az előtte lévő mozgósítás. Ez egy olyan szintű erőbedobás volt, amit az elmúlt 12 évben nagyon kevésszer produkált az ellenzék, és főleg nem ennyivel a választások előtt. Szerintem az, hogy ezután van egy pihenő, az nem probléma, és egyébként most pedig megjött a feladat, tehát hogy itt vagyunk az utcán, és innentől kezdve szerintem április 3 ami feltételezhetően egyébként a választás dátuma lesz, meg fogunk állni. Mikor várhatnak arra legkorábban az ellenzéki szavazók, hogy hasonlóan dinamikus, éles, aktív jelenlétével találkozhatnak az ellenzéki pártoknak az offline, online nyilvánosságban, mint ahogy azt megszokhatták az előválasztási időszakban? Jövő hétig kell várni. Ján Brandrás a Hatorszám Budapesti Választókörzet ellenzéki képviselőjelöltje. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk, és hogy válaszoltál a kérdéseinkre. Én is köszönöm a megkíváncst. Amikor a klímaváltozás okozta gazdasági társadalmi kihívásokkal szembesülünk, gyakran felmerül annak a igénye, hogy kilépjünk a kortás globalizált kapitalizmus darálásából, alapvető szükségleteink kielégítését pedig kivonjuk a piac a profittermés logikájáról. Ennek egyik módja lehet az, amikor kisközösségek közösségek szolidaritási alapon helyben próbálják meg ellátni önmagukat élelmiszerrel és energiával. A helyközi járat sorozatunk mai részében egy ilyen példát mutatunk be. Stábunk a baranyai alsó mocsoládra látogatott el, ahol a helyiek évtizedek óta sikeresen építik ezt a kis közösségi, szolidáris gazdasági modellt, amely már a fenntartható élelmiszertermelés mellett energiaközösséggel, sőt saját helyi pénzemmel is bővült. A riport Herr Martin, Vasari Júlia és Szongorú Laura, Laura munkája. Olyan folyamatokban élünk, amik látjuk, hogy nem fenntartható. És erre, akár a környezeti válságra, akár a társadalmi-gazdasági problémákra, én úgy látom, hogy a helyi kisközösségben van a, a megoldás. Ezt próbáljuk akár itt kisközösségi szinten, akár egyéni szinten minél inkább kilépni ebből a múkuskerékből, amit ez a globalizáció okozott. Lászlónak hívnak, és a rendszerváltás óta vagyok a Sumcsárdkösség polgármestere. Gyakorlatilag itt is születtem, itt éltem le az életemet. A család egy 323 fős település jelenleg. Nagyon sokan költöznek be most a településre. A betelepülők egy része az külföldi, a másik része az pedig egy program keretében telepedett be a család. Zagyva Gabriella vagyok, két és fél éve élek alsóbb a családon, a Jövőszövő program keretében költöztem ide. Most jelenleg közösségfejlesztőként dolgozom, és a jövőben pedig, amit eddig is csináltam, a környezetvédelmi fenntarthatósági ügyeknek a, a referense leszek. Én azért költöztem ide, mert azt éreztem, hogy nekem van egy elképzelésem, hogy én hogy szeretnék élni, és ahhoz itt megvan minden. Lehetőség. És itt most nem csak arra gondolok, hogy szép a táj, meg csönd van, meg tiszta a levegő, hanem hogy olyan a szemlélet a vezetőségnek, hogy ha nekem van egy egy elképzelésem, egy ötletem, akkor mellém áll és támogat. Úgy jöttünk ide, hogy kellett egy ilyen tervet összeállítanunk, hogy mi az, amiből mi szeretnénk megélni. Például ez emiatt indítottuk el ezt a, ezt a tankertes kísérletet is, hogy, hogy közösen gazdálkodjunk, közösen tartsunk állatot, hogy ne egy emberre háruljon ennek minden terhe, osszuk meg egyrészt a felelősséget is, másrészt a, a költségeket is, nyilván a bevételeket is. Ugye azt láttuk, hogy egyre növekedni fognak itt az élelmiszerárak, miközben nekünk itt megvan minden lehetőségünk, hogy megtermeljük legalábbis a nagy részét saját magunknak. Ez nem egy olyan tipikus közösségi kert, mint amit Budapesten találsz, hogy megvan az embereknek a külön parcella, és mindenki gazdálkodik rajta, hanem mi ezt tényleg tankertnek szántuk, hogy tanuljunk, mi is tanuljunk, meg a, a falu lakóit is próbáljuk megtanítani, vagy visszatanítani ezekre az ökológiai gazdálkodás módszereire. És szerettünk volna ehhez, mert azt gondoljuk, hogy nem, ezt nem lehet erőszakosan ráerőltetni bárkire is, hogy ezt így csinálja, de hogyha látják, hogy mi. Így csináljuk, és vannak eredményeink, azért van termény, talán ők is átvesznek dolgokat. Ugye fenntarthatóság alatt sokszor csak ezt, ezt szoktuk érteni, hogy környezeti fenntarthatóság, tehát a környezetvédelmi ügyet, de hogy számunkra az is fontos, hogy nyilván hogy gazdaságilag fenntartható legyen, tehát megérje ebben dolgozni, és, és társadalmilag is fenntartható legyen, tehát ne azért érje meg benne dolgozni, vagy azért érje meg ezt a vállalkozást csinálni, vagy csak úgy érje meg, hogy én közben kizsigerelem a dolgozóimat, tehát legyen benne a szolidaritás, az esélyegyenlőség jelenjen meg. Mészáros Taller Mariettának hívnak, én ilyen tőzsgyökeres alsomó családinak mondom és tartom is magam, mert hogy igazából az egyetemi éveket leszámítva én szinte mindig itt éltem a településen, és itt is alapítottam családot, úgyhogy én a jövőben is itt szeretnék élni Alsomó családom. 92 óta törekszik a település vezetés arra, hogy a helyiekkel együtt fogalmazzák meg azokat az igényeket, ami előbbre viszi Alsomó család és az itt élők fejlődését és jólétét. És ugye ezóta folyamatosan vannak különböző fejlesztések, tervező fórumok, workshopok, amiknek része az alsó családi közösség. Tehát például most ez a napelemes lakossági fórum, illetve az energetikai fejlesztések és egyebek, ezek elég sok embert érdekelnek itt a településen. Aminek pedig az lenne a lényege, hogy minél több energiát mi magunk állítsunk elő megújuló energiából. Itt nálunk alsó a családon az elsősorban ugye a napenergiát jelenti, és ezt, a, amit megtermelünk energiát, ezt itt közösségen belül használjuk föl. Mivel nyilván vannak olyan épületek, amire hatékonyan lehet napelemeket tenni, mert hogy olyan a fekvés, olyan a benapozottsága, de nem minden épület ilyen, tehát ha az én házam nagyon jó benapozottságú, én többet tudok termelni energiából, mint a szomszédom, akkor a szomszédomnak át tudom adni ezt az energiát. Tehát ez volt az elképzelésünk, hogy mi ebbe az irányba induljunk el, ez is ugye itt az önellátás, az önfenntartás részeként, illetve az ilyen nagyobb hálózatoktól való függetlenedés és a fenntartatóság szempontjából lett volna fontos. Elkezdtük Keresgélni, hogy van-e erre lehetőség, és akkor találkoztunk ugye az MPVS-szel, illetve a Szolidáris Gazdasági Központtal, akiknek van már ilyen projektjük most arra várunk gyakorlatilag, hogy legyen olyan pályázat, amiből tovább tudunk lépni. Tehát az, hogy egy energiaközösség megalakuljon, ennek a jogi hátterét most talán júniusban jött ki egy kormányrendelet, ami megteremtette, hogy egyáltalán lehet ilyeneket létrehozni, de a szabályzás, a finanszírozási háttér az abszolút nincs meg. Tehát például most a jelenleg támogatott napelemes konstrukciókban én a házamra nem teltek több napelemet, mint amennyi az én fogyasztásom. Nyilván én azt gondolom, hogy nem feltétlenül például a szolgáltatónak nem érdeke az, hogy én lenni tudjak tőle. És ez a lobby lehet, hogy erősebb, mint az, hogy az az érdek, hogy fenntartható módon tudjunk gazdálkodni az energiával. 2013 óta van egy különleges fizetőeszköz a családom, ugye a forint mellett ez a rigac. Ez egy papír formátumú helyi pénz, ami tulajdonképpen helyettesíti helyettesítheti a forintot alsomó családon. Lehet vásárolni rigacra a boltban, lehet fizetni a turisztikai szolgáltatásokért, be lehet fizetni akár a szántást. Tehát úgy tervezte meg szintén a Alsomócsalád község lakossága, és ugye az önkormányzat, hogy tehermentesítse az Alsomócsaládon élőket, és beindítsa a helyi gazdaságot. A lakosság szám Említettem, hogy 323, a munkahelyek száma 550. Tehát a munkaképes lakosság olyan 180 fő, ez azt jelenti, hogy négyszer annyi a munkahely, ma a családom, mint a lakosság szám. Nekünk megvannak azok a lehetőségeink, hogy, hogy hozzátegyünk saját erőt, illetve előkészítsünk készítsünk projekteket, mert hogy itt a településnek van olyan erőteljes saját bevétele, amiből ezt meg tudja tenni. Kétféle módon lehetne ezt kezelni. Az egyik az, hogy így azt mondjuk magunkba, hogy mi jól el vagyunk magunk, de mi nem ezt mondtuk, hanem ezelőtt hét évvel azt mondtuk, hogy térségi szemlélettel elkezdünk szervezkedni, és létrehoztuk a mikrotérségi uniót, amiben mi egy nagyon jelentős befizetők vagyunk amúgy. És azért hoztuk ezt létre, hogy ennek együttműködésében tudjuk fejleszteni egymást. Tehát azt, mi azt gondoljuk, hogy nem az a cél, hogy a fejlődjön, hanem azt gondoljuk, hogy az is cél, hogy a térség fejlődjön. Mert hogy így egyenként kicsit olyan erőtlenek vagyunk, viszont, viszont így, így egységben vonzóbbá tudjuk tenni magunkat és a, a környezetünket mások számára. Annyira gyorsan fejlődik a világ, és lehet látni a, a különböző trendeket. Uh, amit, amit, én nagyon vágyom, hogy a településnek a, a mikroklímája, meg a mostani adottságai így maradjan. Tehát semmi ne legyen egy egy olyan település, ahol átmenő forgalom van, a, olyan település se legyen, ahol dübörögnek a a turisták ezer számra. Hát, amikor kiülök a teraszra egy finom pohár borral és nézem a tavat és csak így így hagyom hogy így folyjon a világ Soproni Tamás Terézváros Momentumos polgármester a napokban jelentette be, hogy a bíróság nekiadott adott igazat abban a konfliktusban, amely közte és a kerület egyik msp s önkormányzati képviselője Bálint György között robbant ki. Nézzük, tájékoztatása érdekében fontosnak tartom elmondani, hogy a Partizán 2021. júniusában nyílt pályázaton elnyerte egy Terézvárosi önkormányzati ingatlan bérleti jogát. Erről minden információt megtaláltok a Partizán Facebook oldalán. És akkor itt is van velünk a kerület polgármestere, Soproni Tamás. Szervusz, köszöntelek a stúdióban. Szervusz, köszönöm a meghívást. Nem egyszerű az ügy, de próbáljuk meg valamilyen módon mégiscsak elmagyarázni a nézőinknek, hogy egy kicsit tágabb kontextusban értelmezhessék azt, hogy pontosan miért is ülsz itt. Ugye az Andrási út 3 és 47 pályázatás nélkül és áronalan történő eladása miatt került sor végül hosszú büntető tárgyalásokra, amely ugye egy 123 millió forintos kártérítésben realizálódott, amit az önkormányzatnak kellene megfizetnie, 60 csabának, illetve büntársainak. Na most 60 csaba nevén mindösszesen egy szigetszentpiklósi házat találtak meg, amit nagyjából 50 millió forintra értékeltek erre a házra jelzett be egy kölcsön erejéig jelzálog jogot, ugye, Bálint György, nagyjából akkor, amikor ezek az ítéletek megszülettek, és ugye ti mentetek perre, hogy ti úgy értékeltétek ezt az lépését Bálint Györgynek, hogy ő megpróbálja kisegíteni 60 csabát, hogy ne lehessen a Terézárosi önkormányzatnak behajtani ezt a követelését. Ugye ez 14 millió forint volt, amit ilyen szempontból szeretett volna megkapni Bálint György 60 csabától. Ugye kialakult ez a helyzet, volt egy konkrét polgári pereskedés, ami közted, illetve Bálint -György, az önkormányzat és Bálint György között zajlott le. Ez mindenféle közösségi médiás üzengetésekben is kulminálódott. Hogyan alakult ki ez a helyzet, és konkrétan hol tartunk most? Fú, nagyon köszönöm az összefoglalót, jobban foglalt össze, mint én tettem volna valószínűleg, de még egy picit hadd lépek vissza. A választások előtt 2019-ben én azt mondtam, hogy akkor elfogadni a polgármester jelöltséget a pártoktól, hogyha egy olyan ellenzéki szövetséggel tudok a pártra lépni, amely tiszta, amely, amelyben egyfelől a, a, momentum tisztasága is reprezentálódni tud. És nem a momentumos politikusok kizárólag, de a többi pártból is olyan embereket várunk, akik ennek a feltételnek megfelelnek. És a rossz vér az már ekkor kezdődött, hiszen az MSP és 60 csabát például, akit ugye gazdasági bűncselekményért elítéltek az önkormányzattal szemben, nem engedtem elindulni sem a többi bűntársát, ugye itt a, a Fürz györgy vonalra, ezeket talán sokan emlékeznek. és innentől fogom már volt egy rossz vér az és, és, köztem, ezt el lehet mondani, és aztán én megdöbbenve tapasztaltam egy évre rá, hogy valóban én a bíróságtól értesültem arról, hogy a végrehajtást ilyen módon akadályozni kívánja az MSP helyi elnöke, 60 Csaba és a helyi alelnöke, ugye Bálint György. Um, és ez konniához valóban sok mindenben, és amit most kimondott a bíróság, az az, hogy ez egy rossz hiszemű fedezet elvonó szerződés volt, és hogy a fedezet elvonó szerződés az arról szól, hogy egy másik tartozásnak a megfizetésének akadályozzák valamilyen mértékben. De én örülök, hogy 14 millió forintot így megvédtük az önkormányzat vagyonát, viszont elszomorít az egész helyzet azért, mert kormányváltásra készülünk kormányváltásra készülünk, és én nem látom azt, hogy, hogy mindenki a megtisztulás jegyében e, politizálna, és én noha az mszp től kértem segítséget ennek az ügynek az intézésében. hiába vannak már jogerős ítéleteink, e, nem, nem, nem tudunk előrelépni ebben a oldalán. helyi mszp től az országos msp től kérte segítséget? Hát, természetesen az országostól is. És mit reagáltak -e e, akkor? Én, én, azt gondolom, hogy feltétele a kormányváltásnak az, hogy, és már Kizaj Péter is egyetért, hogy jól értettem őt például az ünnepi beszédéből, az, az hogy minden párt kivesse maga közül azokat, akik morálisan megbuktak, akik morálisan e, hogy mondjam, a NER lovagokkal tulajdonképpen egy szintre kerülnek, és ehhez képest én azt a választ kaptam, hogy a jelenleg ők nem tárgyalnak Bálint Györgynek semmiféle pozíciójáról, vagy éppen az ő távozásáról a pártból, ami azért is lep meg, mert egyébként ugye Pest megyében és számos helyről lehetett már hallani, hogy az MSZP azért tisztította a soraiban. Tehát Tóth Bertalan azt reagálta, hogy nem kívánna foglalkozni a hatodik kerületi MSZP ügyeivel. Jelenleg nem foglalkoznak ezzel, igen. De konkrétan ezt mondta Tóth Bertalan? Konkrétan egy levelezés van közöttünk, ami, ami valóban arról szól, hogy ők nem a MSZP vezetése, az ebben nem, e, nyilván itt nem foglal álláspontot, különösebben. E, engem meglep, hogy nem tartják méltatlannak arra, hogy ő az MSZP színeiben politizáljon. Ez a 123 milliós kártérítési igény az önkormányzatnak, ez behajtható lesz-e valaha? Ez valójában nem 123 millió már, hiszen 200 millió felé ment ez már kamatokkal, Behajtható, ugye itt nagyon sok elítélet van ebben az ügyben és a, a polgári pernek a másik oldalán is a egyetemleges fizetés az nagyon sok emberre hárul. Van akinek, akit még valahol sajnálnak is, mert a nyugdíjából vonják le ezt az összeget, van aki aki elrejtette a vagyonát, úgy tűnik, és, és van ak... a... Konkrét politikussal tudomásod? Igen, van. Nem szeretnék belemenni ebbe, de mindenki ismeri. Mindenki tudja, hogy nagyon drága autókkal járt, és ehhez képest a nevén semmilyen vagyonelem nincs. Egyébként a DDD is és más médiumok is írtak cikkeket már. Azért rábújni nevezni, mert nincsen konkrét bizonyíték, ami alapján ezt. Az, hogy ő elrejtette a vagyonát, ugye ez egy olyan állítás, ami akár perelhető is lenne, ezért nem szeretném megnevezni. De valószínűleg, ha rákeresnek a tisztelt nézők egyébként erre az ügyre, akkor tudni fogják, hogy kiről van szó. Én azt gondolom, hogy behajtható lesz hosszú ez az 50 milliós követelésünk egyébként például, és az végrehajtás, ez, ez is már egy nagyobb összeg, amit viszontunk ebből szerezni. Egyébként ugye, ha jól értem, akkor több ingatlannal kapcsolatban is elindult egy büntetőper, amelyekkel kapcsolatosan majd lehetnek polgári perek, ugyanúgy, ahogy az önkormányzat kárigényét igényét bejelenthetjük. Ugye a jogerős döntés kimondta azt, hogy Bálint Györgynek, tehát a jelenlegi Terézvárosi MSP és önkormányzati képviselőnek a becsatlakozási kérelme a 60 ingatlanára az valóban alkalmas volt arra, hogy kevesebb végrehajtói kártérítés folyjon be az önkormányzat részére. Ugyanakkor azért azt is kimondták, hogy nincs szó fiktív kölcsönszerződésről Bálint György és 60 csaba között. Te ugyanakkor következetesen még arról beszéltél, hogy valamifajta hátsó szándék motiválhatta Bálint Györgyöt. Mire alapoztad ezt? Ugye a, ez egy bonyolult jogi procedúra valóban, bonyolult valóban. és A Fővárosi Törvényszék korábban azt mondta ki, amikor a becsatlakozási kérelmét elutasították, hogy vélelmezhetően fiktív szerződésről van szó. Ugye ez nem az a jogi terminus, ami a színlelt szerződés, azt hangsúlyozom, hanem csak fiktivitásról volt itt szó, amelyben én is egyébként a jogerősítéletét idéztem a Fővárosi Törvényszéknek. A lényeg azért mégiscsak én azt gondolom, hogy az, hogy ha ez a procedúra végigmegy, és mi nem lépünk közbe, akkor 14 millió forinttal rövidíthették volna meg a Terézvárosi önkormányzatot, amit egyébként én elképesztőnek tartok. Nem tudom, hogy volt-e már erre példa a magyar történelem, nem a magyar önkormányzati politika történetében, de hogy egy képviselő a saját önkormányzatát pereli tulajdonképpen be, és most nem azért, hogy adjanak ki adatokat vagy ilyesmi, hanem gazdasági érdekeinek mentén, az, az lehet, hogy egy unikum. Térjünk rá az úgynevezett városháza botrányra, és itt mondanám nézőinknek, hogy szerettük volna ebben a kérdésben Láng Zsoltot, a Fidesz budapesti frakcióvezetőt is megszólaltatni, ő azonban nem tudott most a rendelkezésünkre állni. Szóval te is tagi vagy annak a bizottságnak, amit felállított Karácsony Gergely annak érdekében, hogy kivizsgáljátok ezt az ügyet. Hol tart most ez a bizottság? Milyen módon fogjátok megszervezni a munkáját? Nagyon izgalmas a Városháza Vizsgáló Bizottság ügye, hiszen szerintem ez is egy unikális dolog a magyar politikai történetben, hogy egy olyan ügyet vizsgálunk, amelyben végül is ö, ö, olyan aktus nem történt, ö, amely, amely gazdasági kára járt volna az önkormányzatnak, vagy az önkormányzatnak, vagy, vagy egyéb elemében károsította volna. Ö, hiszen nem, nem történt eladás, nem értékesítette senki sem a városházát, és én úgy tudom, hogy a városfejtés valami is akarta, hanem megvizsgáltak egy opciót. Ö, De akkor mi szükség erre a bizottságra? Azt gondolom, hogy itt is egy, egy morális példamutásról is van szó hiszen azt látjuk, hogy az elmúlt 12 évben, most már lassan 12 évben, a Fidesz kormány alatt, hány országgyűlési vizsgálóbizottság alakult meg az ellenzék kezdeményezésére. Volt-e mondjuk akár most a Völner ügyben ugye kezdeményez az ellenzék, de volt már rengeteg kezdeményezés a koronavírus járvány kezelésével kapcsolatban, és így tovább, és soha nem engedte a kormány azt, hogy, hogy legalább ilyen politikai vizsgálóbizottság alakuljon. És azt mondta a konácsi, hogy hogy de nézzük meg, semmi rejtegetni valunk nincs, akkor nézzük meg, legyen elnöke is egyébként Fideszes ugye ennek a vizsgálóbizottságnak, és vizsgáljuk meg bármit, amit lehet. Ugye itt nem csak a Városháza ügyről van szó, hanem vannak egyéb ingatlan ügyek is, amelyeket ez a, ez a Fideszes Anonymous kihozott nyilvánosságra, amit én egy kicsit sajnálok, hogy nem a, a, a teljes hanganyag áll rendelkezésünkre, hiszen ellentétben például, például, a legutóbbi kövér ö, hangfelvétellel, ö, itt csak bizonyos szakaszok kivágva szerepelnek, és ezek, ezek jutottak nyilvánosságra. Hadd kérdezek élesen, ha nincsen ügy, akkor ez valóban morális iránymutatása, vagy pedig inkább egyfajta politikai becsicskulás a kormányzati propaganda gőzhengernek, ami nyilvánvalóan egyfajta szakító is az ellenzéknek, egyfajta erőpróbá is az ellenzéknek, hogy a Fidesz nyilvánvalóan ezt a mechanizmust, ezt, a, ezt, a, ezt az egész gépezetet, amit fölépített, használni fogja majd a kampányban, még sokkal súlyosabb ügyekben is majd. Tehát, hogyha nincsen ügy, akkor mi szükség van arra, hogy igazoljátok azt az állítását a kormányzati propagandának, hogy már pedig itt valamilyen módon fölmerülhetnek szándékok a városháza értékesítésével kapcsolatban. A becsicskítás szót használtad, és én inkább azt mondanám, és ezt tapasztaltam a elmúlt néhány évenben, amióta a politikában dolgozom, hogy a politikában a, az erkölcs és a tisztesség az hátrány. És, eh, és az átláthatóság. Abszolút, igen, azt gondolom hátrányban vagyunk a fidesz szemben, mert ha valaki nem fog azt mondja, hogy nem ír a hazugság eszközével, akkor az hátrányba került a másikkal szemben. Ha nem élünk a fake news eszközével, hátrányba kerültünk a, a fidesz szemben. És ez, ez, ezt el kell fogadnunk, ugyanakkor én mégis büszke vagyok arra, hogy, hogy igenis akkor is kivizsgáljuk, ha mi azt látjuk egyébként belőle, hogy nem történt ilyen. És az ingatlanadások kapcsán, ahol ugye Berki Zsolt, itt egy központi figura, én azt mondtuk, cserébe, hogy rendben vizsgáljuk ki az ingatlan eladásait a vagyonkezelőnek, de ne 2019. októberétől kezdve, hanem 2015-től, 2017-től nézzük meg. És egyébként a rendelkezésemre álló információk alapján például ez a bizonyos Berki volt, az ügyfeleinek 2019 előtt kb. 2 milliárd forint értékben vásárolt, vagy segített a ingatlanok vásárolásában, míg az utóbbi Erre két Erre van évben... a bizonyítékaitok? Hát erről, persze, erről kértünk ki azokat a vagyonkezelőtől. Ezeket mikor tettetek nyilvánosságra? Ezeket bekértük a következő vizsgálóbizottsági ülésre. Egyre ezek informálisan jutottak el hozzá. nagyjából mikor lesz majd? Szerdán a fővárosi közgyűlés után. Tehát szerdán nyilvánosságra fognak kerülni ezek a dokumentumok? Én nagyon bízom benne, igen, igen, igen. Ezt bekértük a vagyonkezelőt, és eddig nagyon együttműködő volt egyébként Barcsbalás és a vagyonkezelő teljes tábja. Ha már előkerült Barcsbalásnak a neve, kicsit beszéljünk arról, hogy hogy lehetséges az, hogy a tarlós írában kinevezett vagyonkezelő tartja még mindig egyébként kezében ezt a hivatalt. Nem merült -e fel az ő elmozdításának a lehetősége? Most nem merült -e fel, vagy korábban? Mindkettő kérdés áll? Ja, Én azt gondolom, hogy egy normális országban egyébként úgy kéne működnünk, hogy cégvezetők azok nem politikai alapon kerülnek ide vagy oda. Eh, ahogyan ahogy én nagyon büszke vagyok arra is, hogy az én jegyzőm Terézvárosban, eh, ő az a jegyző, aki korábban egy, egy, a legjobb értelemben vett hivatalnokat tudok mondani, aki mindig is Terézváros fogja szolgálni, független attól, hogy ki a polgármester. És azt gondolom, hogy ez a cégekre is igaz lehet, hogyha van egy megbízható szakértő ember, eh, ennek a vagyonkezelő én nem kell baloldalinak vagy jobboldalinak sem lennie, hanem úgyis a politikai utasítás lesz az, hogyha van bármiféle ilyen, ilyen irányelv lenne, tehát politikai irányelvet kéne követnie. Eh, Borcs kiváló szakembernek találta a, a városfeltés, főpolgármester úr, ezen megtartotta, én ezzel nem tudok vitatkozni. Az, hogy most a csak végén mi, mi lesz, abban már lehet, hogy nekem is lesz erős véleményem, de ehhez meg kell várnunk azt, hogy mi történt. Ha a szerdán bemutatásra kerül a dokumentumok, igazolják azt, hogy Balcs Balázs valóban 2 milliárd forint értékben játszott át a Berki Zsolt köréhez tartozó ö, üzleti köröknek ezeket a fővárosi tulajdon ingatlanokat, akkor fölmerülhet az elmozításának a lehetősége? Az átjátszás az nagyon erős, én, én nem, nem, mondanám azt, hogy itt átjátszásra került. Annyit tudunk, hogy 2 milliárd forint értékben vásároltak által a képviselt ügyfelek. Lehet, hogy ez teljesen tiszta pályázaton történt, én azt nem tudom még, ezért kell megnézni a pályázati kiírás. Volt-e szűkítő körülmény? Ugyanolyan, mint egy közbeszerzés, ahol ezeket kell vizsgálnunk, amik viszont szerencsére nem csak interjúk alapján e, tudjuk eldönteni, meghallgatunk valakit, és hogy bevallja vagy nem, hanem ezek azért viszonylag e, hard tények tudnak lenni, hogyha van egy olyan pályázati körülmény, ami csak a nem tudom, szemüveges 40 évesekre írunk ki, akkor nyilvánvalóan azért az meg kell vizsgálni alaposabban. Donátana vette át a Momentum mozgalom vezetését, és ő az új elnöke a pártnak. Igen, kemény kritikát fogalmazott meg az ellenzékkel szemben, kifejezetten Márkizai Péterrel szemben, azt állítva, hogy leállt az ellenzéki kampány az előválasztás óta. De hogy látod és hogyan értékeled Donátának ezt a nyilatkozatát? Mit gondolsz, az ellenzék valóban kampányüzemmódba állt-e már, és alkalmas állapotban van -e arra, hogy érdemi kihívója legyen az Orbán rendszernek 2022-ben? Először is rendkívül lelkes vagyok, amiatt már Donát Anna vette át a Momentum vezetését. Én úgy látom, hogy egy olyan szolidáris, zöld politikus lett a vezetőnk, aki egyben karizmatikus is, és, így, és magával tudja húzni mind a politikusainkat, mind a, mind a pártunkat, és, és, szerintem később még ennél jóval többre is hivatott lesz. De ez a kijelentés, én azt gondolom, hogy mindenki ért, ért vele, szerintem már Kizai Péter is, és mindenki elégedetlen azzal az elmúlt másfél-két hónappal, ami történt. Hiszen nem, nincsen utcai jelenlét, erre lehetőségeként most ez a Fudan kampány. Nézzük meg, hogy mennyire tudjuk kivinni újra az emberi Két az utcára. Nyilván volt egy fáradtság is ebben. Azért az aktivisták az előválasztás után valószínűleg nem voltak éppen a, 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 a csúcson, nem motiváltságban, inkább csak konkrétan fizikai erőnlétben. Tehát ki lenni, voltak hideg napok, most is rendkívül nehéz lesz. Tehát nem, nem Talán nem volt a, a csúcsán a, a kampány, vagy a, a stáb, Viszont most, hogy az ellenzék végre egyesült, egy vezető alatt van egy Én közös. Egyesült? Én azt gondolom, hogy igen. Tehát Mártizai Péter meg megkérdezhetetlen vezetője az ellenzéknek? Csak úgy van esélyünk csak úgy van esélyünk, Orbán Viktor kormánya ellen, és rezsimje ellen, és ha valaki ehhez nem tartja magát, az felrúgja az összefogást. És tudom, hogy nagyon sok tüske van az előválasztás, ebből a szempontból nagyon nehéz volt szerintem, mert biztos van politikusokban tüske, oda vágott egymásnak Dobreflára, és Márki Péter is, ezeken túl kell lépnünk, mert sokkal nagyobb a tét. a túl kell 20 év a létezik, de túl is tét. egyébként maga az ellenzék. Én azt gondolom, hogy többnyire igen. És nagyon sajnálom azokat a, a, a pillanatokat, amikor kifele olyan dolgokat kommunikálunk, amelyek, amelyek, sértik ezt összefogást, ezért sem teszem most meg, és ezért is gondolom azt, hogy igen, összeállt, és még van operatív szinten is bőven fejlődni való, de azért januárban, ha igazán berendül a kampány, akkor, akkor még bőven van időnk arra, hogy áprilisra felkészítsük ezt a gépezetet, és aztán elvigyünk annyi embert szavazni, hogy leváltsuk a kormányt, akár kétharmaddal is. Ezt a kétszer 200 2000 szavazatot, vagy pontosabban aláírás, bocsánat, amit a népszavazási kérdések, ugye a Fudán Egyetemről, illetve az álláskeresési járdék megosztásáról szeretnétek. Kírni. Van első az erőszintek valóban a következő három hétben, tehát december végéig még összegyűjtenie? Nagyon nehéz lesz, <laughs> ezt bevallom. Viszont pont az, talán az előző interjúban hangzott el, hogy van egy olyan Operatív háttér is már, ami ezt megkönnyíti. Az előválasztást, és most nem csak az aláírásokra gondolok, nem csak az adatokra gondolok, akik engedélyezték számunkra egy velük kapcsolatot, hanem arra is, hogy már összeállt egy olyan stáb, amely ezt képes levezényelni. Már tudjuk azt, hogy egy egyes evékekben hol kell kirakni pultokat ahhoz, mikor, melyik nap, melyik pártok aktivistái tudnak oda menni, kimenni, egymás segíteni, mert megismerték egymást az emberek, szóval ez, ez még erősten is fogja az összecsiszolódást. Úgyhogy én, én abszolút lelkes vagyok ebben a témában, meg kell csinálnunk, mert különben ez egy buktalan lenne, amit nyilván a Fidesz fel tudna használni ilyen ellenkampány érdekében. A Momentum hogyan fogja ebből kivenni a részét? Hát azt mondom, hogy gőzerővel itt már nincsen kérdés, itt nincs az, hogy jaj, valaki húzza a száját, mert ez nem annyira tetszik ez a téma, vagy az a. Nem. Itt, itt, itt bármi is a téma, ami, ami számunkra morálisan elfogadható, nyilván ezzel a feltétellel, akkor ott kell lennünk, az utolsó aktivistát is újra és újra fel kell hívnunk, ha kell. Én felhívom helyben az összes momentum pártagot, hogy kin legyünk, hogy, hogy minél több órát, pultórát tudjunk vállalni ebből a feladatból, mert marha nehéz lesz ebben a karácsonyi időszakban. Csak utolsó kérdés. 2010 óta számos leépítése zajlott le az önkormányzatiságnak Magyarországon, és 2019 óta is mióta te a hivatalodat, illetve számos helyen ellenzéki áttörés történt meg. Nagyon-nagyon sok leépítés történt, ami csorbította azokat a lehetőségeket, akár bevételszerző képességet, akár önrendelkezési kérdéseket, amelyek az önkormányzatiságnak a lényegét adják. Kijelentető ez szerintet, hogy a 2022-es szavazásnál, ha nem sikerül az ellenzéknek áttörnie, és marad a Fidesz, az gyakorlatilag a magyar önkormányzatiság végét fogja jelenteni. Ez egy nagyon hosszú ide tendencia. Én uh, szinte biztos vagyok benne, hogy, hogy uh, vagy arra fogják használni az önkormányzatokat, hogy valamilyen kis uh, óvoda üzemeltető egységek legyenek nagyjából, tehát ez lesz a saját döntési hatáskörünk. Uh, ha nem jön az ellenzék, akkor a Fidesznek nem lesz érdeke az, hogy különösebben fenntartsa ezt a rendszert. Hiszen, uh, mint mindig is, ez a, ez a demokráciának egy alacsonyabb szintje, az emberek pedig jobb döntéseket, én hiszem azt, hogy jobb döntéseket tudnak saját magukra vonatkozóan hozni. Uh, nem sajnálnám, de igen, én ezt látom uh, negatív jövőképnek. Tehát vége az önkormányzatiságnak hamarad a FIDESZ? Én, én azt gondolom, hogy igen. Hát főleg, hogy kétharmaddal azért nyilván sok kérdés van, hogy mit tudnak megváltoztatni, de ez már a költségvetésben is éppen eleget tudnak vágni ahhoz, hogy lehetetlenítsék a önkormányzatokat. És hát, hogy mi jelentkeznénk már proaktívan hogy létszivelétek el feladatokat, mert nem tudjuk fenntartani ezt. És nem terézvárosra gondolok, amely egy viszonylag jó eh, gazdasági helyzetben lévő önkormányzat, hanem kis településekre, akár egyébként nehezebb helyzetben lévő kerületekre, de legfő, legfőképpen a fővárosra. A fővárosi önkormányzatnak különleges helyzete van abból a szempontból, negatív értelemben, hogy mindig is, eh, vagy soha nem a rendelkezésére, rendelkezésére azok a lehetőségek, amelyek valójában a főváros üzemeltetéséhez és fejlesztéséhez szükségesek lettek volna. Sopronyi Tamás, Terézváros polgármestere, köszönöm szépen, hogy a meghívásunkat, és hogy válaszoltál a kérdéseinkre. Köszönöm a meghívást. Gőzerő épül a NER saját informatika és telekommunikációs konglomerátuma, a 4 amely legutóbb azzal került a hírekbe, hogy megvásárolta a Digi Magyarországi Lányvállalatát. A 4 szimbolikus szereplő az elmúlt tíz évben zajló gazdasági átrendeződésnek, ezért meghívtuk Buski Pétert, a G7 újságíróját, hogy betekintést engedjen abba, hogyan növekszik ez a vállalkozás, és mit mond el mindez a magyar gazdaságról. Előtte viszont nézzük meg egy rövid összefoglalót a 4 felemelkedésének történetéről. Novemberben egy NER informatikai vállalat saját tőzsdei értékének legalább háromszorosáért vette meg a Digi Magyarországi leányvállalatát. Így nem sokára az ország egyik legnagyobb jáván nőheti ki magát, hosszú időre bebetonozva Orbán Viktor befolyását ebben a szektorban is. A 4IG jogelődei egészen 1990-ig mennek vissza, ám a 2010-es évekre a FreeSoft cégcsoport teljesítménye jelentősen meggyengült. Ez a helyzet változott meg akkor, amikor a vállalat elkezdett betagozódni a kormánypártok gazdasági holdudvarába. Ennek fontos állomása volt 2018, ekkor mészáros Lőrinc felcsúti milliárdos többségi tulajdonrészt szerzett a Forra ben A felvásárlás utáni fél évben 20 szorosára nőtt a cég árbevétele, Eredményessége pedig egy év alatt 1700%-kal növekedett. Mészároségtól viszonylag hamar egy éven belül a cég egy másik Fidesz közeli üzletemberhez, jászai Gellérthez került át, aki azóta is egyengeti a forrájsi útját. Jászai már a 90-es években az egyetem elvégzése után belépett az üzleti életbe. A 2000-es évekre jó kapcsolatokat épített ki mind a Fidesz mind pedig az MSP gazdasági holdudvarában, az évtized végére pedig jelentős ingatlan portfóliót gyűjtött össze. A 2008 gazdasági válság hatásai és Simicska Lajos akna munkája következtében 2010 után a vállalkozó szinte mindenét elveszítette, de a 2015-ös Orbán Simicska szakítás újra nagy lehetőségeket nyitott meg előtte. Jászai a Mészáros Lőrinc körül kiépülő gazdasági birodalom egyik legfontosabb ügyintézője lett. Az ő nevéhez kötődik rengeteg Mészáros vállalkozás integrációja és tőzsdére vitele is. A hírek szerint egy idő után megromlott a viszony Jászai és a Mészáros család között, előbbi pedig így kerül a Neres informatikai zászlóshajó élére. Több milliárd forinnyi állami és uniós támogatás folyt be ebben az időszakban a Forrád Jig de a cég jelentősen kivette a részét az állami megrendelésekből is. Ennek köszönhetően az elmúlt négy évben 17 milliárdról 57 milliárd forintra emelkedett az éves árbevétele. Most pedig olyan jelentős felvásárlások előtt áll, amelyek jövőre az ország legnagyobb piaci szereplői közé repíthetik Jászai-Gellért cégcsoportját. Most pedig folytatjuk a stúdió, amit itt van velem Bucski Péter, a G7 újságírója. Szervusz, köszönjük, hogy a meghívást. Szervusz, én köszönöm. Ugye a Digi Magyarország kapcsán volt szó most a bejátszóban is egyébként a 4IG-ről, és az elmúlt hetekben is leginkább ez dominálta a róluk szóló híreket, de közben vannak más ügyletek is a csőben. Úgyhogy kérek, hogy adjuk most egy átfogó képet a nézőinknek, milyen típusú beruházásokra, vásárlásokra készül most a Forágyi mi zajlik az ő házuk táján. Ez egy elég hosszú felsorolás lenne. Talán azt lehet a legfontosabb elfondani, hogy körülbelül mennyi pénzt szánnak erre. Összesen közel 500 milliárd forint van, ami ami a rendelkezésükre áll, cégek megvásárlására a következő idő. Honnan? Alapvetően a, a, a legtöbb forrás, ez az, az MMB-nek a növekedési kötvényprogramja, ez 350 milliárd forint amit még terveznek, de ebből már azt mondom, kb. 15-16 milliárd forint, amit ö, valóban megkaptak, és emellett van egy ö, olyan ö, alaptőke amiben, amit a jelenlegi tulajdonosa Jászaik elért, egy portugál befektetői csoport és a Reinmetall német hadipari cég állna. Ez nagyon érdekes, Persze még egy kicsit a Reinmetallnak a szerepéről, ugyanis maga a elér tagadja azt, hogy itt lenne bármi fajta összejátszás a között, hogy a Reinmetall az elmúlt két évben ugye rengeteg magyar állami pénzt kapott azért, hogy vásároltunk onnan eszközöket, hadi eszközöket, és ugye általában ezeknek a típusú bevásárlásoknak feltétele szokott lenni, hogy az összenek egy bizonyos részét a vásárló országban fektesse be, a akitől vették ezeket az eszközöket. milyen típusú összefüggés lehet kimutatni, milyen nemzetközi diplomáciai erőtér övezi ezt a beruházást? Hát ezt érdemes látni, hogy Magyarország a legnagyobb megrendelője a német hadiparnak az elmúlt két évben. A meglévő szerződések a Rheinmetallal kb. 800 milliárd forintot tesznek ki, és további több száz milliárd forint van a csőben, amire elég esélyes lehet ez a cég. Ugye az, az ellentételezésnek mondjuk hivatalosan ugye az a része van, hogy ők építenek itthon gyárat, és akkor bevonják Magyarországot is ebbe a hadipari gyártásba. Azért azt látni kell, hogy ez, ez, nem csak nekünk nagy pénz. Tehát ha a ez a 800 milliárd forint, mondjuk egy éves árbevételen kb. 40%-a. Ez egy tőzsdénjegyzett cég, nem csak német tulajdonosai vannak, tehát nagyon tehát elég szertálkozó tulajdonosi struktúrája van, de alapvetően védelmi iparra foglalkoznak. És ugye itt azért adódik a kérdés, hogy miért gondolják, hogy egy Magyarországon egy javarészt közbeszerzésekből dolgozó informatikai vállalkozás az nekik olyan fontos, tehát ez azért érdekes kérdés. Tehát valószínűleg, ha nem jönnek Magyarországra, akkor nem jut eszük be a 4IG-val üzletelni, tehát hogy így nehéz azt látni. Alapvetően ugye a cégnek saját informatikai osztály is van, emellett természetesen keresik a külső kapcsolatokat, és más országban is dolgoznak együtt. De itt ugye arról van szó, hogy a, a 4IG-val létrehoznak egy közös üzemeltető cég, informatikai üzemeltető cég, oda kell adni a laptopot a munkavállalóknak, ez az ez informatikai üzemeltetés, és a megfelelő szoftvereket karbantartani, és emellett pedig beszállnak tőkemelésre a cégbe, ezt még pontosan nem lehet látni, hogy ez mennyi pénz lesz ebből a 150 milliárdból, mennyi az, amit ez a cég fog adni. Annyi szerepelt a közleményben, ugye, hogy, hogy körülbelül hogy a negyedét szeretnék tulajdonnak megkapni a, a 4 Emellett viszont még újabb jelentkező is volt, a, 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 aki beszállna a 4 ugye pár napja jelent meg a hírt, hogy egy Albán telekommunikációs cégbe is beszállnak, amit egy török vállalattól vásároltak meg. Azt nem lehet pontosan tudni, hogy mennyivel, de ez a török vállalat is beszáll a 4 tehát ezt, ezt, ezt részleteket nem tudunk, de hát most már tényleg elég sok tulajdonos lesz, és elég nemzetközi lesz. Ugye a Nemzeti Nagy Tökések építése mellett a kormányzat mindig azzal szokott érvelni, hogy ezek itthon, termelnek, és bármi, amit profitként, vagy nem tudom, szellemi termékként létrehoznak, az nemzeti kezekben marad. Van-e bármilyen olyan mutató a forágyi kapcsán, ami meg, alapján meg lehet ítélni akár a hatékonyságát, akár a versenyképességét, akár a nemzetközi szintéren való versenyképességét? Hát a nemzetközi szintéren való versenyképességét még nem lehet, hiszen gyakorlatilag kerekítési hiba egyelőre az export árbevétel a cégnél. Ez a jövőben változni fog, ugye, ilyen sok külföldi felvásárlásnál. A versenyképességéről annyit lehet látni, hogy az EBIT, a, tehát végülis a nyereségesség az árbevételhez képest az alacsonyabb, mondjuk a személy 8% volt talán az utóbbi év, és az iparági átlag az ilyen 12-13 volt Magyarországon. Tehát ez egy kicsit alacsonyabb. Azt, hogyha egy főre vetítjük a hozzáadott értéket, akkor magasabb, de ugye ez sok dologtól függ. Elég összetett a cég struktúra, ugye. Tehát csak idén egy ilyen 50 milliárd forintnyi árbevételi céget megvettek a Digi mellett még. Tehát úgy, hogy tavaly volt, nem érte 70 milliárdot az árbevételük. Idénre pedig már a 4 a Digi nélkül is megközelítheti, vagy meg is haladhatja a 90 milliárdot az árbevétele. Azt érdemes elmondani még, hogy ez a 60 pár milliárd forintos cég 2022-re, az elemző jelölére szerint egy 380 milliárd forintos árbevételű cég lesz. És ugye, amik a Digi mellett a legnagyobb felvásárlások, egy izraeli telekommunikációs szatellit cég, aminek még a jóváhagyatása azért nem eldöntött, de mellett vettek Montenegróban a Telenornak az ottani mobillányvállalatot és az Alp Telekomot Albániába. Emellett... Van-e bármilyen stratégia? Tehát itt azért nagyon különböző országok, nagyon különböző piaci helyzetben lévő cégeiről beszélünk. Ez most egy ilyen expanzió, hogy így vegyünk mindent, amit csak érünk, ameddig van lehetőségünk és van hozzá pénzbőség, vagy van-e mögött bármifajta szakmai befektetői konstrukció vagy stratégia? Szerintem van stratégia, de azért nem biztos, ugye ez egy más kérdés, hogy ez mennyire lesz jó stratégia, tehát azért 500 milliárd, közel 500 milliárd forintot, vagy 450, ahogy számolunk. Tehát eleve elkölteni azért elég nagy kihívás, hogyha most ennyit pénzt el kellene valakinek költeni, hogy ebből cégeket vegyen azért, és ezek jó bizniszek is legyenek, azért az nem lenne egy könnyű feladat. Vagy azt mondod, hogy inkább a kényszer van meg arra, hogy terjeszkedni kell, és ezt próbálják ilyen olyan módon cégbezerzésekkel orvosolni? Hát szerintem van egy elképzelés, egy óriási nagy céget kell ebből csinálni. Ugye alapvetően ugye a stratégia azt mondja, hogy egy, van egy ilyen telekommunikációs szolgáltató, egy ilyen IT Szolgáltató, tehát szoftverfejlesztés és, és karbantartás, hardware értékesítés, és emellé pedig jön ez a magasabb hozzáadott érték, mondjuk ilyen te, telekommunikáció, űrtechnológia. Ugye ezek azért nem annyira tipikusan kapcsolódnak, tehát nem nagyon látni, hogy ez mondjuk egy cégben így egybe meg lenne. Ugye azt lehet látni, hogy például azért a, még mondjuk most a Nyugat-Balkánt azt jelölték ki, mint ilyen célterep, az mondjuk egy ilyen stratégia és valahol egy ilyen érthető dolog, hogyha ott mondjuk cégeket építenek, de, de hogy azért mondjuk ott, ott a mobil szolgáltatás, meg az internet szolgáltatás, Magyarországon ugye a Diginek a mobil lába az nem túl előtte, ugye az Antenna Hungáriának is tulajdonképpen, ami egy állami cég még jelenleg az bekerül ebbe a holdingba, magyar állam kap ezért tulajdonrészt, de tulajdonképpen többségi tulajdonos lesz valószínűleg ez a holding, ahogy a jelenlegi terveket ismerik, ugye ez egy lezajlott folyamat még, de ezen keresztül pedig a magyar telenornak is a 25%-os tulajdonosa lesz. Okay. Tehát ez egy, ez egy ilyen sok cégen keresztül, sok részből, itt nem igazán látszik mondjuk, hogy egy, egy IT üzemeltetés és a telekommunikáció között milyen szinergia lenne. Két gyors kérdés még zárásként. Az egyik az az, hogy 2019-ben lehetett tudni azt, hogy a T-System szerette volna felvásárolni a 4 akkor hitellehívási nehézségre hivatkozva az végül nem tudott megvalósulni. Mi volt a valódi hiszen feltételezem a kormányzati pozíciói és ilyen értelemben a pénzbőséghez való hozzáférése adott lehetett volna. Mennyiben megalapozott és mennyiben reális ez a magyarázat, hogy hitellehívási nehézségek miatt el ettől az üzlettől? Hát akkor még nem volt növekedési hitel vagy kötvényprogram sem, tehát hogy azért nem biztos, hogy megvoltak ezek az anyagi lehetőségek, emellett pedig azért azt is látni kell, hogy akkoriban volt ez a tulajdonosi váltás, ami a, a Jászai Gelyet és a Mészáros Lőrinc között szajlott le itt a cégnél, szóval nem igazán lehet tudni, lehet, hogy az eladós is meggondolta magát, lehet, hogy túl magas árat kértek, tehát ezt, ezt nem lehet tudni, de most már nagyobb lesz, mint a... Okay. Záró kérdés. Ugye ide az is rengeteg kisebb, nagyobb telekommunikációs, külföldi vállalkozás is jelen van. Ők a te megítélésed alapján hogyan viszonyulnak a forrágyi terjeszkedéséhez? Alkalmazkodnak hozzá, vagy megpróbálnak valamilyen módon szembeszegülni? Milyen stratégiát választanak erre? Hát a legfontosabb, hogy nem beszéltünk, a forrágyi árbevételnek kb. kétharmadát az állami megrendelések adják. Egyébként az állami informatik egy közül ezer 1000 milliárd forintos piac, tehát itt azért nagyon sok cég él ebből. Tehát ebbe jut mindenkinek, tehát azért legyünk őszinték. Én nem gondolom, hogy itt a, a különböző külföldi cégeket, mondjuk, vagy a nemzetközi cégeket olyan nagyon zavarná ez, mert nekik megvannak azok a piacaik, amivel ők foglalkoznak ugye azért a piaci bevételek azért még nem olyan dominánsak a magyar IT piacon, és én úgy gondolom azért, hogyha a telekommunikáció irányába megy a 4 a akkor valószínűleg Magyarországon ez lesz a fontosabb bevételi láb. Ugye ez egy minden hónapban fizetik az emberek az előfizetési díjukat, ez egy egyszerűbb biznisz, mint mondjuk új informatikai fejlesztésekért folyamatosan pályázni. Tehát valószínűleg akkor itt a telekommunikációs cégeknek okozhat ez, ez, problémát tulajdonképpen. De van -e egyáltalán olyan pontosan beazonosítható külföldi tulajdonban álló, akár informatikai, akár telekommunikációs cég, aminek kifejezetten a kárára terjeszkedne a 4 én úgy gondolom, hogy ilyen konkrét nincs, akinek ez annyira fájna. Most a két nagy, a Vodafone és a, a Telekom, a Telekom német tulajdonban lévő, nem gondolnám, hogy rossz kormányzati kapcsolatokkal rendelkező vállalatcsoport lenne egyrészt, a Vodafone pedig egy nagy globális vállalat, tehát én úgy gondolom, hogy egyiküknek sem a magyar piac a legjelentősebb. Ha még terjeszkedne is jelentősen a forrási ezen a piacokon, akkor őket nem hiszem, hogy ez annyira megviselnénk. Bucski Péter, a G7 újságírója. Köszönöm szépen, hogy érti, és mindezt megosztotta a nézőnkkel. Én köszönöm. Új, nyílt sisakos idők jönnek, így viktora Orbán Viktor a héten az Olaf Scholz vezette új német kormány hivatalba lépését. A miniszterelnöki kinyilatkoztatás és más kormánypárti megszállások is arra engednek következtetni, hogy a magyar kormány feszültebb viszonyra készül az új német vezetéssel de vajon megalapozottak-e a budapesti félelmek, és milyen prioritásokkal indul neki a kormányzásnak a szociáldemokrata, zöld, szabaddemokrata koalíció? Nos, erről a kérdésről Magyari Pétert, a 444 újságíróját kérdezzük. Mielőtt azonban rátérnénk a beszélgetése, nézzük meg egy rövid bejátszót a Solc kabinett terveiről. Olaf Scholz 16 év után váltotta Angela Merkel-t a kancellári székben, ezzel együtt pedig egy új, baloldali, zöld, liberális kormánykoalíció is alakult Németországban. A kormányban a külügyminiszteri posztot a zöldek társelnöke, Anna-Léna Barbok tölti majd be. Nyilatkozataiban emberi jogokat és demokráciát aktívan védelmező diplomáciát ígért. Christian Lindner a liberális FDP elnöke kapta a pénzügyminisztérium vezetését. A koalíciós partnerek által aláírt programban több ambiciózus cél is szerepel. Az új német kormány elköteleződött a gazdaság gyorsabb, már 2030-ra történő szénmentesítése, illetve a bérek óránként legalább 12 eurósra emelése mellett. Ez utóbbi intézkedés akár 10 millió embert is érinthet, elsősorban olyan északkeleti régiókban, ahol a szociáldemokraták jól teljesítettek a választáson. De a három párt megállapodásának részét képezi a választási életkor 16 évre való csökkentése, illetve fogyasztási célra legalizálnák a marihuánát is, amelytől jelentős új bevételekre számítanak a koalíciós partnerek. Magyarország szempontjából is új helyzetet hozhat Scholz és kormánya. Míg Orbán Viktor és Angela Merkel kapcsolata a közös politikai-gazdasági érdekeket szem előtt tartva inkább konfliktuskerülő volt, addig az új német vezetés valószínűsíthetően szigorúbb lesz az Orbán kormánya szemben, például az EU-s forrásokhoz kapcsolódó korrupciós ügyek tekintetében, vagy a jogállamiságot érintő kérdésekben felmerült nemzetközi kritikák terén. Valószínűleg ennek volt köszönhető Orbán Viktor német sajtóban szerdán megjelent írása is, mely a Merkeli sodródás időszaka után nyílt sisakos küzdelmet vizionált a német-magyar viszony tekintetében. És itt van már velem a stúdióban a Magyari Péter, a 4D4 újságírja. Szervusz, köszönjük hogy a meghívást. Köszönöm szépen, szépen. Egyetlen kérdés elég, még, vissza még a Merkeli kancellár időszakhoz. Mik azok a legfontosabb, akár belföldi, akár külföldi ügyek, amelyeknek a további az adott esetben megoldását Merkel már áthagyományozta Solcra? Koronavírus. Ez a legfontosabb, amiben az új német kormány valamit tenni akar. Viszonylag kevesen oltatják be magukat Németországba, és ez egy nagyon komoly probléma főleg más nyugat-európai országokhoz képest, tehát nem Magyarországhoz képest. Az EU-ban állandóan Németország különösen fontos, hogy mit mond, az ott különböző húzódó ügyeket szinte mind átörökítette. Itt a legfontosabb az újjáépítési pénzek elköltése, a figyelni arra, hogy a déli államokkal mi lesz, nem veszélyeztetik-e az euró stabilitását. És hát nagyon fontos azt is kitalálni, hogy milyen legyen az EU hosszabb távon. Az Európai Unió arra készül, hogy talán lesz neki egy alkotmánya mégis hozzá kell nyúlni egy csomó szabályozáshoz, menekültügyhöz, sokan azt akarják, hogy legyen új alapszerződés, erről elkezdődött idén egy vitasorozat, szóval nagyon sok fontos ügy van, és hát külpolitikában mit kezdjünk az Egyesült Államokkal, mit kezdjünk Kínával, és mit kezdjünk Oroszországgal, ugye ez a három legfontosabb kérdés, ami Berlinben felmerülhet. Most először alakult szociáldemokrata-zöld liberális koalíció. Mennyiben, milyen politikai folyamatok vezettek el igazából ehhez az összeállításhoz, illetve még talán ennél is fontosabb, hogy milyen aggodalmak merülnek föl a koalíció stabilitásával kapcsolatban? Az aggodalom egyik első alapja az, hogy országos szinten ilyen még nem volt, bár tartományi szinten már volt. Uh, yeah. A szociáldemokraták és a zöldek természetesebb szövetségesnek számítanak, ők már kormányoztak is együtt, Gerhard Schröder vezetésével az ezredfordulón, és ők egyaránt azért a olyan balos pártoknak vannak elkönyvelve, és valóban ők szociálisan jóval érzékenyebbek. Ehhez képest a szabaddemokraták azért szívesebben kormányoztak együtt a kereszténydemokratákkal, ők egy sokkal konzervatívabb gazdaságpolitikát ígérnek. Szociálpolitikában jóval kevésbé engedékenyek, viszont azzal, hogy ők egy liberális párt, a szabadságjogok tekintetében, meg ilyen ügyekben azért ők is inkább a lazítás irányába fognak menni. Tehát ilyen értelemben beleillenek ebbe a képletbe. És hát a legfontosabb, miért alakult ez így, mert már mindenki nagyon unta a keresztény 16 éve kormányoztak úgy, hogy ők voltak a legmeghatározóbb párt. A szociáldemokraták is átélték velük közösen kormányozva, és a szabaddemokraták is átélték velük közösen kormányozva, hogy ők gyengültek, a CDU megerősödött. Most egy kicsit azért Ebonsat is vesznek, meg akarják mutatni, hogy ők CDU nélkül is van élet Németországban, sőt, izgalmasabb, uh, vidámabb élet is lehet, ezt akarják szerintem mindenképpen megmutatni, és ez nagyon font. Tehát annak ellenére összefogtak, hogy ők nem feltétlenül természetes szövetségesi egymásnak, különösen a zöldek és a szabaddemokraták állnak távol egymástól, és akkor középen ott tett ez a kiegyenlítő Sozden párt. Egy lehetséges konfliktus az, hogy a liberális FDP politikus a Krisztián Linner lett a pénzügyminiszter, aki ugye korábban is már a takarékos állam mellett állt, ki és a szabadpiac híve. Ugyanakkor látható az, hogy akár a pandémia kapcsán, akár a kijelölt klímapolitikai, energiapolitikai célok megvalósításához sokkal-sokkal intenzívebb állami szerepállás kell majd, mint ami eddig volt jellemző. Milyen típusú konfliktusokra kell, konfliktusokra kell majd készülni, és hogyan fognak ezek a konfliktusok eldőlni majd a, ko a koalíción belül? Hát, hogyan fognak eldönni, azt szerintem senki nem tudja még pontosan, mert ezt ki kell próbálniuk. Nyilván megvannak a megfelelő mechanizmusok, tehát itt azért eltelt a szeptemberi választás óta elég idő, hogy ezt pontosan legalább tervrajz szinten kitalálják, és azért azt tegyük hozzá, hogy a német politika az sokkal inkább konszenzuskereső, mint amit itt mondjuk Magyarországon, vagy akár a szomszédos országokban megszoktunk. Tehát az, hogy itt Együtt kell működni valakivel, aki valami teljesen mást akar, és addig ülünk az asztalnál, amíg ezt valahogy össze nem rakjuk, az alapja ennek a most működő politikai kultúrának. Az világos csak pont ez a fajta konszenzuskeresési kényszer szülheti meg majd esetleg azt a választ, hogy pont a gazdaságpolitika terén, akár az ügyek, akár a szociáldemokraták a nagyon súlyos vállásaikból engedni kényszerülnek, akár a minimálbért nézve, akár az energia- vagy klímapolitikai célokat, hogyha nézzük. Tehát ebben a kérdésben szerinted ki fogja majd dominálni a gazdaságpolitikai irányvonalát? Solc. Solc, ez nagyon. Ha nagyon ügyes lesz, akkor ugyanazt fogja csinálni, mint Angela Merkel aki mindig középen volt. És akkor volt a CDU-val szövetséges CSU-nak a jobboldali vadhajtásai, meg együtt kormányoztak nagy koalícióban a szocdemekkel, akiknek meg voltak ilyen szociális ügyekben, vagy akár EU ügyekben a központi irányhoz képes volt és akkor ő középen valahogy ezt így mindig ügyesen mozgatta a játékosokat is a táblán, meg az ügyekben is mindig, Valahogy összerakta a koalíciót, most ez sorsz feladata lesz, tehát igazából rajta fog szerintem múlni, hogy ki meddig tud elmenni. Azért az látszik, hogy ő, már a koalíciós megállapodásban mindenki egy kicsit visszafogta magát. Evezünk Magyarországra. Um. Ugye Orbán Viktor korábban is már Merkel ideje alatt tett karcos kijelentéseket Németországgal, sőt kifejezetten akár merkel -el szemben is, de azért itt mégis egy új típusú fordulattal állunk szemben, amikor ezek az éles megnyilatkozások, sőt német szilárd esetében akár kifejezetten emberkedések is megfogalmazódtak Solcékkal szemben. Milyen stratégia állhat-e mögött, miért ennyire konfrontatív már a legelején a magyar kormány álláspontja vagy magatartása az új német kormányjal szemben? Azt gondolom, hogy az eddigieknél biztos, hogy keményebb szövegek fognak jönni Németország felől, és az is biztos, hogy az új német külpolitika, EU politika, az még keményebb felépésre fogja bíztatni az Európai Bizottságot a magyar kormányjal szemben a vitatott jogállamisági ügyekben. Innentől kezdve, ha azt várod, hogy az ellenfeled határozottabban fog neked támadni, akkor nagyon jó elsőként odaszúrni, vagy elsőként szólni a saját közönségednek, hogy itt most konfliktus lesz, mert akkor az kevésbé lesz meglepő. Akkor nem az lesz, hogy ezek támadnak, hanem mi megmondtuk előre, hogy ezek nekünk rosszat akarnak, hát ők a gonoszok, kijelöljük ezen a pályán. Ezek szerintem elsősorban a magyar közvéleménynek szóló üzenetek voltak, hiszen Mondjuk a német koalíciós szerződés az nem feltétlenül ismert a magyar közvélemény előtt, tehát nem tudhatták az emberek, hogy most mire lehet számítani. Most Orbán Viktor kijelölte a következő csatamezőnek a területét, most mindenki ezzel foglalkozik, és a magyar közönség felé ő el az első pisztolylövést de ugyanakkor azért Orbán attól tartózkodott, hogy ennyire nyílt frontokat nyisson Németországgal a korábbiakban. Ugye az volt a a politikának a lényege, hogy szimbolikus politikában amennyire lehet élezni a konfliktus, de nem nyílt törésig elvinni, és egyébként gazdaságilag meg jó vaskos üzleteket tenni és érdekelté tenni a német tőkét abban, hogy nagyon egyébként elégedetlen ne legyen a magyarországi jogállam, korrupciós helyzet és így tovább vonatkozásokban. Ehhez képest most mégiscsak egy sokkal élesebb hangnemváltást történt meg, ráadásul négy a választás előtt ez nem reszkírozása -e annak, hogy esetleg egy sokkal durvább fellépés is majd elsülhet Olaf Solcik felől Magyarország irányába. Mennyire durva Olaf Solc Magyarország irányába? Ö, ha ezt szerintem elkezdik mérlegelni Orbánék, akkor arra jutnak, hogy olyan nagyon-nagyon-nagyon fájdalmas ütéseket ö, nem is akarnának talán behúzni és a felszínen pedig lesz üzengetés, egyébként eddig is Szozden vezetés alatt volt Németországban a külügyminisztérium, illetve most már Zöld vezetés alatt lesz, de hogy eddig sem a CDU vitte, ez azt akartam mondani, ezt a területet, és azért ott az eu ügyi államtitkár eddig is mondott nagyon keményeket Magyarországról, csak az kevésbé szólt olyan nagyot, mert mégiscsak egy eu ügyi államtitkár volt, és nem uh, egy külügyminiszter. Tehát egy, 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 egy meglévő politikai adók kapok, az biztos, hogy élesebb lesz, mint eddig, de hogy ennek lesz-e olyan gyakorlati következménye, amivel Németország olyan igazán keményet be tud húzni Magyarország felé, az szerintem még nem látszik, de felkészül az Orbán kormány, hogy ha mégis, akkor leraktuk ezt a akármit, ezt a hangvételt, ha meg nem lesz olyan durva, akkor az Orbán még vissza tud jönni, hát ő csak annyit ért, hogy nyílt sisakkal megyünk. Okay. A német szilárd vitte el a bar hét a hülyességgel. Jó. Záró kérdés. Ugye van még egy kormánytag, akiről érdemes megemlékeznünk német vonatkozásban, Annalina Berbok, aki ugye külügyminiszter zöld színűekben. És ugye a kérdés az, hogy attól, hogy ő zöldpárti politikus, és ugyanakkor továbbra is van a Németországnak egy olyan típusú kitettsége Magyarországgal szemben, hogy hát van egy ilyen szimbiózis a magyar kormány beruházásai, vagy pontosabban a beruházásai Magyarország, és ehhez biztosított akár jogszabályi támogatás, akár külön kormányzati támogatásoknak a rendszere, akár például azok a fegyvervásárlások, amiket Magyarország teljesít Németország felé, ugye az előző blogban volt szó. Tehát, hogy továbbra is van egy erőteljes gazdasági egymásra utaltság. Emiatt Annalina berbok milyen mozgástérrel fog rendelkezni, és te látsz-e bármifajta olyan frontot, amit ő megnyitna kifejezetten akár zöld vonatkozásban Magyarország irányába? Én úgy látom, hogy eddig az EU-n keresztüli nyomásgyakorlás volna a német külügynek a programja. Tehát nem egy közvetlen játék, hanem az Európai Bizottság és az Európai Tanács keresztül egy fokozott nyomás. És az is nagyon látszik egyébként, hogy oké, okay, jogállamiságban mindent meg kell tenni, abban, hogy keményebbek legyenek azokkal az EU-s kormányokkal szemben, Budapesten és Varsóval szemben, akik olyan furcsa és durva és ízléstelen dolgokat csinálnak otthon, de az például nagyon hangsúlyos, hogy a Lengyelország a barátunk. Ez konkrétan benne van a német új koalíciós szerződés külügyi részében, hogy Franciaország és Németország a legjobb barátaink. Ugye Lengyelországgal körülbelül hasonlóak a konfliktusok, mint a magyar kormányjal, és az eddigi lengyel kormány azt csinálta a németekkel, amit az Orbán a, mondjuk a sorossal. Tehát ott olyan szintű német ellenes kormánypropaganda van már évek óta, amilyen típusú soros kampány volt itthon. De ennek ellenére is. Tehát azért az látszik, hogy a fontos, sok évben gondolkodó stratégiai szövetségben ezek a régiók fontosak nekik, és a lengyel kormányra hát nyilván szintén nyomást akarnak majd gyakorolni, de hát mégiscsak az új külügyminiszterasszony első körútjában Varsóba is elment. Tehát Párizs, Brüsszel, Varsó felszállt az eskütétel a eskütétel repülőre, és amíg ezt három várost körben járta, az sem ment. Hát akkor meglátjuk, mint, hogy milyen fejleményei lesznek ennek. Várunk majd vissza a stúdióba, hogy erről is beszélgethessünk majd. Magyari Péter a Néni Négy újságíról. Köszönöm szépen, hogy eljött és mindezt megosztottad a nézőinkkel. Köszönöm szépen. Nektek pedig nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, ez volt már a Spartacus a hét küzdelmei. Egyfajta mini jubileumot tartunk most, és ez volt most a tizedik adása, a tizedik kiadása az adásnak, mióta ezt elindítottuk. Úgyhogy ezúton is engedjétek meg, hogy egyrészt megköszönjem megtisztelő figyelmeteket, amivel hétről hétre megtisztelitek műsorunkat. Remélem, egy fontos tájékozódási pontként tudunk szolgálni számotokra. És engedjétek meg, hogy most ezúttal megköszönjem munkatársaimnak is, akik akár a szerkesztőségben, akár a stúdióban, akár a produkcióban segítenek azzal, hogy hétről hétre ezt a műsort elkészíthessük nektek. Ezután is köszönöm a munkájukat. spartacus a legközelebb jövő héten találkozhatok, ebben az évben utoljára, úgyhogy vasárnap este 6 órakor várunk titeket ugyanígy a képernyők elé. Én Gulyás Márton voltam Budapestről, jó éjszakát kívánok, ciao.